Felemel 3. Felemel 2. Akkor meg szerintem én foglak. Ha. Nem, ez nem az a... Na, csak sikerült elindítani. Na. Háj! Na, itt van mindenki F5. Megyünk a börtönbe. Á, erre gondoltam, Suri, erre az izére, hogy így lehet vinni. Igen, ez, erre izéltem. Ez melyik amúgy? Ez a felemel 3. Hagyjam én legyek föl, Fóri, várj. Á, nem kellett volna leraknod. Felemel 3. És meg emelj föl engem, easy. Jó, hogy ilyen kurát. Várjál. Elbírod fogadni? Vagy jött valami? Nekem most nem. Pedig rád küldöm szerintem. Mondom, akkor ennél le van tiltva, csak a másik nem volt. A search csak akkor jó, hogyha először jött be, kitörölsz már egyet, amúgy nem jó. Most nem jön akkor neked, Fori? Hopp. Hopp. Ja, meg nyilván minden egyes munkára, plusz a kincsvadászat nem van még egy meglepetés, ami vár a titeket, meg hát a horgászat, ami legyen meglepetés, és mutatom melyik is. Melyik volt a nyakba ülős? Az hagyomjam rá magnumra? Felemel 3. Vagy nem az? De az. Hát az? Nem, várja. Már arra helyen. Itt, az a legviccesebb szerintem, mind közül. Felemel 3? Elfogadjam akkor? Fogadd el. Nem, ez. Ez sem azt mondjuk. Oh, Murph. Háton cipel. Melyik volt az, Móri? Az nagyon jó. Az tényleg szerintem a legviccesebb magasat. Az nem valami jelenlős volt? Nem tudom. Én nem tudom. És van még itt egy-két dolog, amit meg akarok mutatni nekem. Most megmutattuk a... Télot végigmutattuk, igazából a legált jobb az itt a... Uha. Ez nem az. Háton cipel? Nem a háton cipel? Ez valami séta volt, valamelyik séta volt. Igen. Uha, uha. Kemény póza Murph-től. Ez az! Úristen, ez mi a faszom? Atya! Jöjjön, Murph! Ezt nem tudom, hova tenni, Gertz! Úristen! Mutassam, hogy még egyszer sapat, tessék, de amúgy mindenkinél van nyilván. Sosem engedem el magát, Mr. Murph. Istenem. Simán SMS küldésnél hogy lenne hangüzi? Persze, most például Coopernek el tudok küldni azt, hogy Kapja be! Kaptam egy elküldtem kérdés. Neki, igen. Ez mivel, mely, ez melyik anim? Melyik volt ez, Fori? Hát Gessen is felejtettük, ne szopass! Valami sétálás, nem? Erre. Romantikus séta, szerelmes séta? Ó, ez nem az. Ez nem az. Kelenci, szerelmes séta. Jó, Istenem. Nem? Séta... Ez az szasz. Sétálás 4. Hát, Keci. FPS módban. FPS módban nem látom Cooper fejét. Várjatok csak. Várjás, melyik volt az? Axi, azt hiszem pont nem változott, azt szerintem pont nem változott semmi egyébként. És tudsz közvetlen úszni, csak ja, egy shield. Ja, persze, csak így nyomom. Ment valamelyik őtöknek? Húha! Keci! Cirkuszi, így lehet csinálni majd ilyen cirkuszi showt, persze. Azt itt még nyomok egy animat itt elfent, várjál csak. Valami táncot. Keci! Hát várja, tánc C. Aha, figyelj így. A tánc F azok Fortnite táncok, csak mondom. Várj, én még így tudok Fortnite táncok. Vannak Fortnite táncok, atyavilág. De a normális, a kurva jók szerintem. Én nem az, hogy vannak bent, van belőle 9, azt. Hát keci. De amúgy meg sem mondanád nagyon, hogy azok, szóval azok nem, persze, nem normálisak. Keci jók. Úristen, keci. Megnézzük a vadászatot, hogy az minden jobbát lett alakítva, szóval megnézzük a vadászatot is. A vadászat az más, hogy is.
Igen, igen, én is valamit hallottam, nem akarok hülyeséget mondani. Nem tudom, mit mondhatok, tudod? Itt is van, kéne ilyen shop, itt is van shop, szóval itt állatbő, amúgy igen, itt valami más, itt sok minden állat alakítva amúgy. Fú, az a baj, nem tudom a pontos számokat, de sokkal jobban megéri, mert vadászni is tud, tudomásom szerint, ugye? Ha minden jól megy. Sándor Bandi, idehozom magát, jó? Jó, kösz, jó, az itt tényleg Sándor Bandi a nevem. Vagy élet. Arun, itt vagy még amúgy? Itt van Arun? TP-zünk oda amúgy, mert... Ú, de szépen van megjelentve ez a zóna. Nem kerültek be kocsik egyelőre. Még. Ja, TP-ztünk, bocs. Hoppá. Nincs öbb. Húd az most nem fut. Ja. Ugye? Ja, igen, de az most nem... De miért nem fut a húd? Na vajon miért? Na vajon miért? És most amúgy nem vettem fegyvert, az egyetlen probléma, ugye? Van nem is lehetett. Is. Nem is lehetett amúgy, nem? Nem volt ott a soba a fegyver. Nem. Lelevem simán így. Ugye? Már lelőttem. Nem szaladtak el véletlen se. Aha. Lekentem. Aha. Ott volt a shopja, a láda a shopja, bocsánat. Egy és most már, ha megnyúzod a tetemet, akkor itt se kell már az, hogy gyűjtögeted, hogy izé 10 állat, 6 állat, felpakolod ez az, stb. Leletek egyszerűsít a jobok végül is, amúgy mindegyik valamilyen formában, és akkor, ha meggyúztad, kapsz 2 húst, meg egy állatbőrt. Szóval például, hogyha 10 állatot megölsz, az 20 hús, meg 10 állatbőr, és az állatbőrt, hogy láttátok, el lehet adni. Mennyiért is? $5 volt? Vagy nem tudom, lehet kicsit több. $50, bocs. Szóval amúgy ezért is elég jól lehet megkeresni igazából. Most a legális jobok azt mindenki jobban lehet keresni. Plusz akkor jön még itt a nagy falat, ami szerint nekem nagyon tetszik, amúgy mondjuk lehet, hogy én írtam össze. De lényeg a lényeg. Jön a horgászat, ami hát... Eléggé, nem tudom, nekem mindig is tetszett a horgászat, meg tudjátok, NFN mindig eszi nagyot, mert mindenki horgászat, stb. És, jaj. És úgy voltam, hogy egy tök dög volt az elejétől fogva, de volt egy tök fasz a scriptünk, mondom, miért ne legyen egy még jobb. Igazából még jobb. Szóval, radon is kicsit érdekes. Ja, hát a radar az amúgy nem is kell legyen, az most csak bugol. Viszont itt van a horgászat, most ennek van, megszakítom ezért, behívlak titeket a horgászatba. Mi a számotok? 109, meg... 100-002. Beívlak titeket itt a horgászatba. Itt amúgy van jó pár újdonság, például elbírjuk indítani a legálisat is, és ott kiisjét. Még van feladat is amúgy. Horgász egyetnél található... Mennyire clean a lista amúgy. Igen, igen. A horgász egyesületnél található eladóhoz, hogy elkérde a kifogandó halak listáját. Szóval itt még kell halakat kifogni. Ide jövünk szépen izéhez. Tisztelet. Munka megkezdés, és akkor itt kiadja szépen, hogy megkezdjük a munkát. Jaj. És akkor ki kell fognunk jelenleg még ezeket az alábbi halakat. Itt a shopba tudunk nála vásárolni, nem még nincs lokkolva az izé. Tudunk nála vásárolni tengeri horgászbotot, csalit, és na ez nagyon zavar, ez nincs lokkolva. Ezt most kéne csinálni. Vásárolok. Igen, én is. Írok is, de mondnak egy pillanat. Na ez már személyes. Geci, mi a fasz? Mi van? Megöltél, Geci. Bocsi, csak vettem csalit. Bocsi, csak leírtam Damonnak, hogy mi itt a baj. Hogy mire bekerül, ma este addigra meg legyen oldva. Jó, és most, hogy megvan, itt az én. Most itt kibírunk állni a kis tég végére. És a tég végéről tudjuk kenni neki a horgászatot, gyertek csak. Itt már vannak egy kis panam, hogy tesáim itt vannak. És aztán mi is kibírunk ide állni, szépen bekenjük a horgászbotot. Itt látjátok, ki lehet választani, hogy hova dobjuk be az izét egyébként, a csalit. Ez a sima horgászbot, ugye? Ez a sima, ha. És nyilván minél messzebb dobjuk, annál értékesebb halakat lehet fogni, annál nehezebb is kifogni. Most én dobok egyet ilyen, hát ilyen középtávra. Bedobtam szépen itt a dominis szinken, minden látom, hogy forr is honnan húzza. Nyilván várakozunk kell a kapásra. Ami, hát lehet egy kis idő. Attól függ, hogy mennyire van szerencsé az ember. Látjátok, oda is úszik a látját, nem tudom, hogy vannak. Kussaj már. Kurva ébresztő. Jelez nekem, hogy ne felejtsük el valamit, és el fogom felejteni, így meg kinyomtam. Amúgy nem tudom, azt hiszem, ilyen
60 és 90 szek között jön fogásom, kapásunk is van, és akkor most látjátok, rendes, ott van a hal, rendes, úszik el a hal a másik irányba, látjátok, hogy ott kenni neki? És ezt nyilván úgy kell húzogatnom, hogy ne szakadjon el a damilom, és ott kennegeti neki a hal, nyilván próbál az ellenkező irányba húzni, nekem pedig a bal klikket ugye nyomogatnom kell masszívan, hogy húzzam erre, csak hát neki is van ereje, és ugye addig kell, amíg nem törik el, nyilván szóval piros menjen, és most fogtam egy heringet, ugye? Ami igazából kell nekünk 8 darab abból. Van nyilván ez a része a horgászatnak, ez a legális horgászat, ezt lebírjuk adni, stb. Viszont van egy másik része egyébként, ami szerintem egy nagyon-nagyon fasz a dolog, és elég sok tartalom van benne, én úgy vélem, ami pedig a különleges halakra, illetve tárgyakra való vadászat. Itt ki is adja, hogy láttam egy helyen ritkább halakat, ha érdekel téged, csak vigyázz, a rendőrök el ne kapjanak velük. És habá! Itt pedig leadom közben egyébként a munkát. És ezt amúgy a leadernek kell elindítani, szóval mi... Nem, ez nem is jobos, hogy ez illegális. Ja. Viszont ahhoz, hogy ezt el tud kezdeni, szüksége lesz egy hajóra. Viszont már van hajó shop is. Tehát már lehet hajót is venni a szerve, hogyha ide tépézünk vissza a városba, akkor ez is elérhető számunkra. De te is a jobot easy. Nem jött. Nem, ez NPC-nken. Ízni, mert itt van ez ilyen. Szóval itt vagyunk szépen a hajó katalógusnál, és itt lehet venni mindenféle hajókat. Igazából van Speeder, van Tropic, van Dingy, van Toro, ebből csak 5 darab van az egész, 5 darab lehet az egész Seron, Markvizba szintén, ennek a dizájnjában nem vagyok megelégedve, és itt lehet egyébként mindenféle különböző hajókat venni, az árak már stimmelnek, és így vagy ahhoz, hogy hajózhass, venned kell egy hajót 35 ezerért, mint hogy az, hogy horgászhass. Hát én veszek egy ilyen Speeder, szerintem 45-ért, megveszem szépen a kis Speederem, aztán mondjuk én pont nem akarom, hogy ez itt legyen, de most én ezt kidévézem ebben az esetben, és visszamegyünk szépen ide, akkor láthatjátok, hogy vannak hajógarázsok. Nem, nincsenek hajógarázsok, hol vannak hajógarázsok? Ja, itt van egy hajógarázs, például pont a horgászatnál, hogy csak hittem más az ikonja, tépézek oda most. És itt egy hajógarázsol, ahogy láthatjátok, lebírom kérni a speederemet, lekértem, és ezzel tudjuk kenni akkor a többiekkel. Csak vettetek izét? Tengeri horgászbotot? Meg ilyeneket? Nálam van. Aha. De easy nincs a jobb, azt hiszem. Nem kell, ez nem olyan. Nyomjad. Freestyle. Ez nem is jobbas igazából, ez egyedül is tudja csinálni ember. Ja, az igen, Getsz. Jól van akkor. Jó, hát megbeszéltük. De ha különleges cuccot elfogadod, akkor látod a pontokat, nem? Így van. Most nekem például oda kell menni horgászni. Hova? Jelöltem. És mindenkinek más amúgy. Ja igen, mert ugye külön fogadtuk el, szóval. De kemény. De amúgy azt hiszem három vagy, van egy pár különböző pont, ahol lehet ugye ezeket nyomni. Lopott hajóval is megy? Megy. De hajóbérlés ki lesz véve, szóval. Még lop hajót lopni, mondjam, olyan egyszerű egyébként szerintem, amint nem annyira spónol sok szerintem. Itt leszünk valahol, nem? Nem, még jóval tovább. Igen? Kövi hídnál. Lehet átadom neked akkora iszét. Jó, hát majd oda is tépészhetünk. Az is igaz. TPM. Ja, ti nem jöttetek. Ja, de mi? A bolygó hollandi bassza, meg bolygó hollandi. Tényleg olyan. Hopp, na és most nyomj egy horgont nyomj. Oké. És akkor most itt vagyunk menne a zónában. A most figyeljetek chat. Lehet fogni halakat, de lehet fogni kincses ládákat is. Van egy csomó különböző fajta kincses láda, amiket ki lehet fogni, és hozzá ki lehet fogni a kulcsokat is például, viszont erre nagyon-nagyon cseki az esély, viszont hihetetlen kemény lootok vannak benne, szóval kifogsz egy tengeri kincses ládát, vannak mindenkinek különböző neve, akkor ezeket nyilván elbírod adni, vagy esetleg meg tudod keresni hozzá a kulcsot, vagy bírod venni hozzá a kulcsot, és kibírod nyitni a kincses ládát. Mindjárt leadalok egyet, majd megmutassam nektek, hogy néz ki. Csak nem annyira emlékszem, hogy hajót majd el lehet adni playernek. Hát szerintem nem tudom, hogy működik az adásvételi erre, őszintén veled. Itt pedig kint a tengeren, az óceánon, itt pedig egészen másfajta dolgokat is lehet fogni egyébként. Csak fogd ki, hát nem mondom, hogy milyen százalék van kifogni, de elég sok ideig itt lennénk most. Ez jelez a PD-nek az, hogy horgásztok? Nem. Nyilván nem, hát ez para lenne azért, de nyilván most a rangerök, ha tudják, hogy itt tényleg is horgászat zajlik, akkor azért érted? Valószínűleg ugrani fognak, ki fognak nézegetni néha tengerre. Sokkal több területet kell most már felügyelni, úgymond, meg és tényleg ilyen hajós egységek, akik így mennek, ellenőrzik a területeket, meg ilyenek. És fognak egy Latvius halat. Az kurva jó szerintem. De lehet egyébként csomó mindent fogni, cápát, ráját, delfint, kagylót. Kagylót, akarok fogni egy kagylót, mert hát a kagylónak ki lehet nyitni a kagylót, és abban is benne van, gyöngy lesz a kagylóba, és ha gyöngy lesz a kagylóba, akkor ezt szintén el tudod adni jó áron. Sem tudom, miért nem bírom ledobni amúgy valahova.
Akkor dobik oda. De amúgy elég, ebben a horgászatban például elég jó pénz van egyébként, és ezt tudom, hogy mindig is szerették az emberek ezt, amúgy chillás, kijöttök, elbeszélgetek, mondjuk most pont máshova dobta az ember a többiek pontját, mint az enyémet. El lehet adni? Hát majd megmutatom, ha mindjárt, csak kifogunk egy kettőt, azt megmutatom. Eladás része a kedvencem, az most az egyik kedvenc dolgom, hogy majd már lehet látod, sőt biztos látod, mert CMT-n olyat, ami az eladás, most így spoilerezek, de mindjárt megmutatom. Hát CP az nincs. Nem nagyon van CP a szerunk. Pedig az menő. Igen, télkopi, ez van, ezt tudjuk persze. Fogjam már ki amúgy, fogjak már ki valamit. Tudom, mire gondolsz, ez jó, hiszen mindjárt jutunk odáig, csak nem tudok fogást amúgy, komolyan mondom. Miért hát a bal a jobb alatt darab a szervelem, mert egy ilyen ritka dob. Meg is van a fogás. Látjátok, most valószínűleg ez is egy, amelyik azt hiszem nem látszódik, hogy ha húzod, akkor minden random egy halat látsz, de most például ezt kifogom. Ez egy tigris szápa volt, ez egy tigris száp. Ja, és most, hogyha én ezt el akarom menni és le akarom adni, akkor tépézzetek majd rá. Jó. Hajó limitet én sem értem. Hát, ugyanúgy, már minden, nem spoilerezek, de azért van hajó limit, mert hogyha valaki meg akarja venni ezt a több százezer dolláros hajót, vala magának, vagy a frakiának, hát akkor az kiváltság. Legyen. Igen, ez egy ritka dolog. Ez egy ritka dolog. De csak kettő hajóra van limit, ha van még 10 hajó, amire nincs. Mi a baj, mohód? Nem 5 hajó lehet összesen a szerveren, 2 hajóra van. Most nem értelek, mohó, amúgy. Most őszinte eszek veled. Szóval, na figyeljetek, chat. Ez nem az, ez a garázs. Akkor nem most figyeljetek. Figyeljetek, chat. Garázs. Na, itt figyeljetek. Szóval ez nekem a kedvenc dolgom, hogy nagyon tetszik be, nyilván. Vettük az ötletet, szóval nyilván. Azt nézd, eladjuk a ritka halat, például bemegyek ide, eladom a tigris szápát, egy darab most még ezt nézzétek el nekem, és alkudozhatunk. Alkudozhatunk a spanommal, a tesával, hogy én mondjuk ajánlok, most a ütögetés nézzétek el, de én mondjuk ajánlok neki 152 dollárt, ő 113-at. Kibaszhatja, lemegyek mondjuk 146-ig, ő fejjön 122-ig, és így nincs is fixer a dolgoknak, de oldalon írva nyilván, hogy 155-öt lehet max szerezni belőle, nyilván ez 10-20-30-nál egyébként elég sokat számít, és itt tudom megtenni az ajánlatot, ő megint kisebb ajánlatot tesz, én teszek még egyet, és nyilván elérünk valami közös ajánlatot, az valószínűleg a 135 lesz, igazából 10 perc nem tudok eladni semmit, és megegyezünk abba, hogy 135-ért átvette a cápáim, vagy a cápámat. Szerintem kurva menő. Szerintem ez nagyon menő. Én is láttam, geci, nagyon vad. Ez nagyon random, hogy mit fogad el? Hát szerencsén is múlik, értem, most lehet eladom a ráját, meg is nagyon felbassza, hogy összeiszemozgok, de javítjuk majd addigra. És figyelj, lehet én benyomok egy ajánlatot, hogy 114, és ő már fel is kent a 81-re, de vagy ha mondjuk én ilyen 1 dollárokon megyek, akkor ő ritka, hogy keményebb ajánlatokat ad, de most például egész jó az ajánlat. Csak egy idő után már ő is úgymond meg fog elégelni, és nem fog nyire jó ajánlatot adni, de most például azt egész jót kihozok. Nézd, tehát hogy így 104-re adom el, úgyhogy 115 volt a max, szóval ez elég jó ár például. Ládát kinyithatnék? Nem tudom, mi a neve amúgy. Pedig azt amúgy meg kéne mutatni, geci, az nagyon jó. És ez a jó tényleg ebben a horgászatban egyébként, hogy benne van az, hogy kurvára szerencsés vagy, és akkor fogsz egy ládát, amiben azért tényleg nagyon nagy értékek lehetnek. Elutasítod akkor, Mizu? A 483 meg a 493 itemet azt hiszem az... úgy jó lesz. Megszakítom, hogy mire gondolsz, hogy elutasítod? Ja, vagy a végén utasítom el? 483 az Dr. Pepper. Elutasítom, de akkor nem kapok semmit. Nem beszél. Akkor nem történik semmi. Megmutatom itt a limites hajót nektek. Úristen, Damon írt nekem egy egész izéhez, Run Exportsot. De amúgy itt vannak a limites hajók egyébként, megmutatom nektek. De annyi a lényeg, hogy nem az van, hogy izé, nem az van, hogy minden hajó limitált. Tehát van 2 darab hajó, ez a Toro, meg a Marquis, mivel nagyon nagyon buzsin néz, nagyon luxusnak néznek ki, ezért ezekből csak 5 darab lehet, hogy mindegy kiváltság legyen. De itt van még más 5 fajta hajó, aminek nincs limitje, érted? Szóval ezeket bármennyi speeder, bármennyi tropikot, bármennyi dingit, bármennyi sea sharkot, bármennyi szentrepet vehetsz. Érted? Nem tudom addolni. Ja? Damon írt nekem valamit amúgy, de ez nem tudom, hogy hát jó, de hagyj vegyék meg hajnalban, mohó, hát épp pont ez a lényeg, most 80-ke nem sok. Na most itt valamit ránoltam, de nem tudom, ez micsoda. Damon küldött nekem egy dolgot, hogy ez kéne egyébként, de ez nem tudom, hogy működik-e. Vagy hogy működik amúgy.
Most lehet megkaptad az itemet így. Nem. Player ID helyére az ID-met írjam be. Mi az ID-m? 15. Most megkaptam egy Treasure Chest 1-et. Kell az egy Treasure Chest kulcs is. Megmutatom nektek, hogy ez hogy néz ki. Ezeket nyilván kurva ritka kifogni, meg lehet rengeteg mindent kifogni egyébként, szóval nem mondom el mindent, de nagyon ritka dolgokat lehet fogni, szerintem több mint 60 fajta dolgot lehet kifogni amúgy Eszerún összességében. Szóval elég sok minden van ebben a horgászatban szerintem. Viszont nyilván ez remélem, hogy a kereskedelmet is meg fogja nyomogatni, olyan szempontból, hogy nyilván majd elegyek egymásnak az emberek a dolgaikat, stb. Na most, hogy ez megvan, van kulcsom, van ládám, hiszem nyomok rá egy ebetűt. Nem? Nem nyomok rá egy ebetűt? Hogy nyitom ki vajon? Ráhúzom, a kulcsot júzolom, nem? Nem. Aha, most figyeljetek, és most kinyílik a láda itt előttem. Bam! És megkapom belőle a rewardot. Ebben az esetben 6000 dollár, 2 aranyrút, 20 gumi. Nyilván ez így, így néz ki egyébként. Gyakorlatilag kinyílik előtted egy kincses láda. Ez nagyon nagy fog, amúgy. És amúgy úgy is van, hogy a próbban látod amúgy kb, hogy mit nyit, szóval nem nyit semmit, akkor üres a láda, nem? Vagy valami ilyesmi? Ja, van olyan is, hogy kis esélyen semmit sem nyit, és akkor üres, ja. Jó lenne a dokoknál pár NPC prosti, az olyan. Lesz 20 ládát és 0 kulcsot. Kulcsot is ki kell fogni külön, aha. Megmutatom a mapalásokat is. Azért látom, tényleg egy helybe állok és össze-iszi keresztbe teszi a kezét a karakterem, meg ilyen, ez kurva jó. Az zseniális. Tényleg csinált, hogy most egy helybe álltok sokáig, nem az lesz, hogy izé álltok, ez nem történik semmi, hanem így izé csinál ilyen dolgokat a karaktered. Mi a legritkább dolog a ládában? Nem mondom el. Hát azok most majd. Még pont nem csinál semmit, amúgy előbb meg beégek. De mindjárt csinálni fog. Már nagyon ott van. Már nagyon, én is azt várom most. Ha most így forog. Ha most vakarom a fejem. Ja. Hogy tetszik chat így az update összességében? Mit gondoltok? Majd a PD-t átnézem vele itt a végig, azt még szerintem mégis se jártam egyszer se. Talán de egyszer, mikor megvettük először. Lehet jár, ez jó nagy. Jó nagy. Az önkormányzatot amúgy... Az nagyon kevény. Nem, ami négy személyes kérdés, kuruma kettő. Szerintem az még ezt egyre a kocsiba? NF gymbe? Híres. NF gymbe, mekkora volt? Azt a kurva eget. Na. Jó. Önkorint muti, az hol az önkori forri? Bejelölöm. És hogy nyitottál egy ládát és a kulcs megmarad. Pont ez a lényeget chat, hogyha van egy ládád, megkérdezed, hogy valakinek van egy kulcsa. Veszel egy kulcsot hozzá, érted? Nem fogod tudni, mi lesz a ládába. Ötleted sincs, hogy mi lesz a ládába. Viszont az majd legközebb érdénél az étén, de az is hamarosan. Szóval pont ez a lényeg, hogy nyitsz egy ládát, vagy mi az, fogsz egy ládát, amire kicsi az esély. Akkor benne van az, hogy nincs meg a kulcsot hozzá. Szóval vagy örök, vagy horgászol, vagy keresel valakit, akinek van hozzápasszoló kulcsa, vagy eladod neki a hozzápasszoló ládát, és akkor valamelyikőt kinyitja. Nyilván ez a kereskedelmet ilyen szempontból erősen fogja befolyásolni, mint hogy nyilván így megírni majd össze-észre trédelgetni, meg ilyenek. Nem nyitogatunk túl sok csillát, most nem vagy, hát ezt már rég kitaláltam, ezt a ládna nyitogatást, nem mostani ötlet, vagy kitaláltuk. Szóval ez önkormányzat itt. Aha. Pont itt van az a... Hát nézzünk a másik irányba. Ja, vagy az nem az, amire gondolok. Itt van, ez szemben. Ja, ez itt az. Aha. Ez kibaszott kemény. Én ezt még nem is láttam, ezt a mapolást. Ez láttad? Ez egyik legkeményebb. És ez bekerül? Persze. Nézd a fényeket, tesó. Bejössz. Bam. Szépen. Anyám. Jó, mondjuk... Még ez tényleg kemény. Jó, de amúgy még nálam is jó a fény. Itt van a gettóban amúgy tényleg. PC nem, hogy nagyon sok mapalás ki fog kerülni. Annyian izé fölös mapalás volt benne, hogy ezeket mind kivakartuk, szóval... Remélhetőleg FPS problémák se lesznek annyira durván. Van ilyen, aha. Pici amúgy, nagyon sok ilyen izé van lehetőség, szóval itt lehetnek kisebb. Egy szobába lehetett bemenni. Várja, lift, aha. Itt volt egy izé. Pedig egy szobába tudtam bemenni, amúgy ez nem rossz. Mert el vagyunk veszve.
Ide gyere! Ide! Hol az itt? Ja, hogy ahogy oda? Ja, még erre pont nem gondoltam volna, hogy még, ha még följebb. Wow. Már Attila, hogy máskor ez, ezzel mindjárt megmutatom azt is. De helyileg ugyanott lesz. Helyileg ugyanott, ja. Szendivel lesz más a kórház, amúgy az is sokkal jobban. Anyád, ez de jó az az. Criminal Department, azt a kurva. Anyám, de kemény. Csengit hívogat. Zene amúgy. És itt van a nagy szoba amúgy, a nagy tárgyalóterem. Hol? Te hol vagy? Itt vagyunk. Amúgy ez nagyon, hát ez sok aszta. Mennyivel keményebben néz ki, mint a mostani. Hát az a baj, no pixel textúra pakkal semmi, addig nem bírjuk berakni, amíg jelenleg megpróbáltuk, de mapolások 80%-ába a keresztbe megy. Próbáltunk vele izélni amúgy, ez pont azt mondom László, hogy nagyon adtuk ebbe az összes illegálkút ki kéne kukázzuk, hogy azt akarnánk, hogy ez bekerüljön. Szóval ez az egyetlen baj vele. Hát nagyon kemény, igen, nagyon kemény. Hát lesz tárgyalás, az biztos. Magnum, és sose volt, ezt kéne. Megmutatom a Sandy kórházat is, aha. Már itt vagyunk most a sima kórházat, megmutatom azt előtt, de az... Jaj. Ezek nézzétek el a kis polizónokat amúgy. Nem lesz itt ez a sok zöld zóna. Hát, mi pont azt akarjuk elérni, hogy most, hogy a tárgyalásokat úgy megcsinálni, hogy tényleg rugalmas legyen, szóval, hogy tényleg egy sima player is, hogyha akar tárgyalás beperelni valakit, akkor ne az legyen ott, hogy mit tudom én, kell egy elnök, aki ugye admin, stb. Hogy a marshalokon keresztül, meg a PD-n keresztül lehet ugye bonyolítani. Ez menő lenne. Az mert amúgy ez a baj, sokak amúgy szerintem csak azt hiszik, hogy a PD-t lehet perelni, mert ugye eddig mindig kb. A PD volt ugye az alperes. És tök jó lenne, hogyha elérnénk azt, egymás hogy tényleg így az illegálok perelik egymást, stb. Cégek, stb. És akkor sokkal könnyebb lesz nekik majd amúgy lebonyolítani a dolgokat. Na majd, erre van is egy ötletem. Hát el lehet itt tévedni, hol szeret fel a másikat itt ebben a nagy szobában, ugye? Itt lehet izé revive-olni. Azt hiszem, itt lehet, ugye? Ja. Anyám, mennyi ágyra le lehet rakni az embert? Nagyon kemény. Kibaszott, jó Istenem. Bocsánat. Ahú, a fejem. Megfogom a fejem, elkezd fájni. Már ez ROP is volt? Tehát ez RP is volt? Elég durva, ez a ROP is. Ez publikus hely. Googlikus. Googlikus, igen. Sikerült felszennem Cole Coopert. Mennyi már az új PD-m? Megmutatom, mennyi a Sandy izét is, most is sorba megyünk. Hát ez a PD nagyon keményen néz ki. Hát ezzel a modpakkal kicsit kevés az FPS-em, de hát a másiknál is kevés volt, úgyhogy hát mintha ez bármi befolyásolna. Nagyon-nagyon adnám. Igazából, tehát én is sokat filóztam ezzel, hogy ügyvédkedni biztos, hogy kurva nehéz, de alapvetően mondta is forró, hogy egyébként csak a BTK-t kell tudni, ami van a Galaxin, ugye? Meg azért jó, hogyha nyilván értesz még egy-két dologhoz, de... Ez itt marad lenne, ez a forma, vagy? Nem, az bemegy a portára, ott a szembe. Na ez nagyon, amúgy ez nagyon kemény, csak hát az volt a baj a Fordinak, azt hiszem, ezzel a staff room-mal, hogy milyen ennek, ahol a gyűléseket tartják, hogy hát itt a kijárat mellette. A kapitány irodát meg tudnád mutatni, légy szíves. Hát én próbálom, de hát. Az sajnos nincs. Az nem lesz. Elvég lesz, update tejem. Amúgy itt van. Igen, mi az ID? Csak be van zárva. Ja, ó. De itt kurva sok ajtó le van zárva, szerintem ezeket folyamatosan csinálgatni fogok. Van ilyen zöld cucc, vagy mi sárga. Sárga, aha. A kis izé, ami jaj, milyen kis sárga izé, nem lehet bemenni. Méltó hozzá, csak ő nyithatja ki, és úgy néz ki, hogy forró nem méltó kapitány. Igen. Ha mentek a helyeken, van egy csomó, amin van egy ilyen sárga izé, azok szépen lassan ki lesznek nyitva. Lépcsőházat keresem, csak nem találom. Itt vagyunk nála. Itt vagyok mögötted. Itt van? Ja, mi hol? Ez, itt. Stairs. Azért imádom. Nagyon kemény vagyok. Különösképpen, mert itt lehet bujkálni, meg osolni, meg sunyulni, és az csak a tető, nem? Kedvenc. Ja, hogy ez nem csak a tető? Dolgaim. Itt lesz a tető, itt. Ja. Van ezen a szinten valami más? Van, azért. WC, azt hiszem. A tető is jó amúgy. Amúgy ez tényleg jó. Hát ez való igaz. Kurva jó. Ja, de tetős.
Lehet ejtőrni az innen? Várjál, csak van ejtőrnyöm. Remélem. Biztos, hogy le lehet. Amúgy az nem hülyeség, amit írnak szerintem se. Hogy? Hát, hogy a jogcsis meg a ízés átkerülhetne az önkormányzati épületbe, amúgy simán PD-ről. Amúgy az nem rossz ötlet, ja. Ja, szerintem se. Mindig mikor mondtam az új, a friss playereknek így szél, hogy PD-nkkel kiváltam, mindig néztek, hogy nem az önkormányzaton. Tényleg nem hülyesség. Nem vehetnek a játékosok saját helikoptert, de hogy nem. Aha, elővettem a passzív jövedelmet, se semmi, csak kocsit lehet venni amúgy. Ez a név, Dobark Battery. Már voltam. A izét kórházat meg én se láttam, hogy a Szendis kórházat nagyon. Azt az a serifség, ami kint van, az... Azt néztük, a Palettóban is új serifség van? Az nem. De hát az is új, nem? A Palettói nem? Ja, az mi nem. Mi történik? Update-et nézegetünk, még minden genimester így. Még már másfél óraja. Celek hol vannak? Lent voltak amúgy, de... Hát úgyis börtön megkerülünk az emberek, szóval... Szendi kórház, nézzük. Ez kemény amúgy, ugyanilyen izé, ú de jó, süt be az izé, a nap, a... Nagyon jók a fények amúgy a napi szersz. Igen, tényleg nagyon jó. Kemények, basszeg. Itt volt az ajtó, te! Vágod, van emery room. Mi a fasz? Nagyon kemény lesz. Tényleg, de miért? Mondjuk... Nem tudom, kisváros ilyen sem, mondjuk kisváros, szerintem kisváros. Ja, basszeg, először hírt, azt hiszem a serifségen vagyunk, de hülye vagyok. Ja, kicsit a földbe fekszel itt mondjuk, még. Ja nem, ez a... És fogsz még egy update rá, úgyhogy sajnos. Ja. Na, csak az emery rossz itt, azt ennyi. Nem túl kisváros, ilyes. Micsoda. Hát szerintem akkor magyarázra gondolom. Mikor talál ez bent? Hát éjfél, akkor... ez mi volt? Ez... Egy ergyőztél? Igen, is láttam, de hogy? Nem tudom. A hotbaron volt az ejtőergyőd. Ja. Hát a hotbarról, hogyha mit tudom én, hát akkor nyitott ki fix-fixre, azzal sose, nézd, egy ugrás közben. Lehet szóval ilyet? Jön. Ezt nem is vágtam, azt a kurva. Én sose tudtam. Ezzel nagyon fix helyekről le tudsz ugrani amúgy. Ja, hogy van tudom, ilyen? Felmész arra a táblára, fixen ki fog nyitni. Anyád. Hát ez nagyon kemény, ezt nem tudtam. Ezért szoktok nagyon sokan megdögleni, mert sokan nem vágják amúgy. Hogy? Hát, hogy a hotbarral ki tudod nyitni. Ja, nem, hát nem hotbározod, én akkor csak az alap GTS mindig, nyitás van. Csak azt nem tudtam, hogy így ugrás közben is el lehet nyomni, kec. Nem mondjuk még ez én... De túléltem valahogy, kec. Hát én nem. Természetesen. Mikor talán ez benne szóval, amit akarok mondani, évfélkor lesz egy szerú elállás, hajna 3-ig. Hajna 3-kor újra fut a szerú nagyjába, hajna 3-kor. Az a holnap reggeltől már 1000-rel lehet csapatni. Így van, holnap reggeltől már 1000-rel lehet. De ahogy látom, itemképek is változnak, még azt én sem tudtam. Készpénz amúgy az clean. Ja, nagyon jó, szerintem is. Sokkal jobb, mint az eddigi. Meg nyilván most így a húst is sokkal egyszerűbb szerezni az éttermeknek, mert az elég durva globális probléma volt az elmúlt időben. Ezen kívül még a alapanyagot is sokkal könnyebb lesz szerezni a kraftosoknak, legalábbis a fegyverkraftosoknak, mert az szintén probléma volt, jó ideje. Meg nagyon sok minden jön be amúgy. Legnagyobb update lesz? Hát jó kérdés, hogy a legnagyobb update-nek nevezzék. Ami attól függ, hát voltak már nagy dolgok, amik bejöttek azért. Hát de nyilván még azért még most ezen kívül is lesz még jó pár dolog bejön, úgy azt egy-két héten belül, szóval még amiket nem tudtunk befejezni. Mit akartam mondani, nézik-e? Ja, hát csak hogy ugye eleve egy komplett új telefonrendszer, az nagyon sok mindenre befolyással lesz. Az animok amúgy, hát azok zsenik. Ja? Tényleg, hogyha leülsz egy kocsira üléssel, akkor leesel róla? Hogyha például... Mert oda frízeli a karakteredet. Ja, akkor te nem is mozogsz vele akkor. Nem. Földre üléssel se? Ja? Ja, nem, hiszem. De például most amúgy le tudsz ülni egy kocsi elejére, meg ilyenek. Ugye eddig ezt nem tudtál. Szóval jobban lehet így izélni. Ja, például melyet is látom, hogy leülünk a kocsira. Meddig ülsz, hogy hát amíg megnyomod az X-et. PD-s ramoddal lehet horgászni.
Eddig ülsz, amúgy ameddig akarsz. Tesszerom vagyunk, aha. Szerveladag NBA, egyről még vannak illegál mappalások, amíg nagyon sok van, és nem találunk rá majd megoldást, addig azt nem fog bekerülni, mert túlságosan bugos sajnos. Rá lehet ülni egy kocsi platójára is, amúgy nagyon keményen. Ezt pont beszéltük Gábor, hogy ez ide frízel, szóval az autó elmegy alóla gyakorlatilag. Ezt a levegőbe fogsz ülni. Ennyi igazából. Rész ki ezt idehozni a menekülésből a sérültet, mert a szomszédes erősége? Hát az igen, az biztos. Csengangokat megmutatod? Nagyon vadak vannak. Amúgy ezt a székkel mutatom, olyan kemények vannak, hogy ott nyilván az alatt. Ajánlok gyorsan. Jó étvágyat kívánok. Ezek, amik most írben vannak, innen tegynek az újak. Nagyon sok van. Nagyon sok random van amúgy. Megkérdezik, miért van arabik Nokia? Azt én... Azt én raktam. Hú, ezek az anime zenék nagyon aljasak. Kézzel valakit fejsz és ezt halljuk. Ez micsoda? Vladimir Steam, mint a Lola Sempé? Vagy mi az egy Vladimir Steam? Na, hozzá lehet adni amúgy zeytén, de azért ez nagyon nehéz, mert szerintem az macélyes nem megoldni, hogy még custom csengong is lehessen amúgy, mert tudod, az nehéz lenne szűrni amúgy, mert oké, lehet, hogy ti beraknátok a saját ízéteket, csak... Magnumnak ez lesz. Úristen, ez a izének a zenéje, nem? Ez az... Ó, mi volt annak az Adam Security? Az jut eszembe erről. Az úristen, az ember. Farja nyomja közben. Kedszi. Vélemények chat, negatív, pozitív. Adam a dupla vét. Úristen, ízzel, be kellett volna rakni a felicitát. Hallod amúgy, hogy lejátszom őket, Forri, vagy nem? Nem. Azt hittem. Á, nem, Magnumnak biztos, hogy ez lesz. Hívd csak föl. Keci. Hát ez biztos ez Magnumnak. A sötét. Halló. Jó. WhatsApp. Minden a hívás közben rendben. Fekete listára raklak. Az nekem fájna. Ha kész. Ez neked. Jó, leveszlek. Köszönöm. Az a vicces, hogy szerintem most a csengő hangok is smoothabbak, hogy honnan jön amúgy. Nem az van, hogy csak lejátszódik, ja, hanem hallottam. A te karidból jött amúgy, az a vicc. Ja, szóval még az a baj, hogy ez kéne, hogy
Pink színe vagy csúcsin is van valaki ízén? Teszterom. Ja? Hívlak. Fölnézhetek. Elhívlak. Nem csak így a te füledben, hanem így hozom magammal, amúgy. Ja tényleg amúgy, tényleg, mert még adok rá egy kis hangot. Tényleg amúgy, és egy messze mész el is halkul, kurva jó. Örülünk, ha tetszik minden chat, örülünk, ha tetszik, igyekeztünk, meg még mondom, jön egy csomó minden is, aztán most még, ez a teló, ez már kellett az új teló, főleg, hogy az SMS-ek annyira szeneszét voltak bugolva, vagy elképesztő. Böri nem változott semmit, bár oda is van most egy-két ötletünk. Mi van akkor a hívás közben, felhívsz valakit? Azt hiszem nem tudsz, nem kipróbáljuk. Csak föl. Nem tudsz, látod, hiába kattingatok, nem tudok felhívni senkit. Nincs pölöpöl a csengő hang, nem, ez már nem az a szerver. Isten áldja. Tomorrowland csengő hang, az milyen? Ó, hangos! Interstellar is kemény. Ezt még nem is hallottam. Most már lehet a buzé. Tweetet törölni, nem vagy nem? Mit lehet tweetet törölni? Uh-huh. Azt is lehet? Ja tényleg tudok tweetet, tudom törölni de a tweetet. Amúgy ez az adminos, szóval te tudod törölni ja, mindenkinek. Ja. Adminok tudnak mindenkinek törölni most már szerencsére. Ja, mondjuk ez tényleg jó. Nem az nem lesz, hogy szembe jön velem egy fasz. Ja, igen, mondjuk ezt tényleg nem árt. Hát, nagyon alim menni amúgy, ez nagyon... Az is nagyon vad. Nincs semmi, nem tetszik. Horgásztés kóra kemény, most ér jobok is. Meg amúgy, ja, amit én nem is mondtam... Én Twitter amit... moderátort fogok RP-zni amúgy. Észrevettek majd, hogy például nem csak a horgászatnál lehet kincses leleteket találni, hanem a... izé jobnál is. Kincsvadász jobnál is, és a kincsvadász jobb is le lett egyszerűsítve, mert Arun azt mondta, hát az elvég cancer voltam, hogy mert nagyon rossz volt benne mozogni, de elvég az is most megvan csinálva, hogy kicsit másmilyen legyen, nem tudom pontosan mi az, ami alakult benne amúgy, nem idem is itt kezdem a csobot, mi ez hajógarázs. Shop. Itt is fémtörmeléket lehet fémmé alakítani, fatörmeléket itt is lehet fát, és műanyag, itt gyakorlatilag mindent tudsz csinálni. A gépet én csináltam, vagy Arun volt, nem. Jó, egyiket sem én csináltam. De szomorú. Pedig már büszke lettem volna épp. És meg akarom nézni, hogy úgy csináltam ilyen jobot szerintem nagyjából egy éve. Erdő is bent van, ez már bent van? Nem bent lesz. Nincs bent. Ja, most hát, nincs. De most, ja most itt nincs bent? Hát de élesen bent van a nagy fás cucc, nem? Hát de másik lesz. Ja. Igen. Abban is a NoPixeles lesz. Ja, akkor, ja, ja, igen, mert ugye a NoPixeles spekben nagyon sok új fa van. Ha meg lesz oldva az a probléma, akkor geci sok fa lesz. Ezzel a jól elmentek illegál horgászni? Hát végül is elmehetnek, de nem lennénk túl boldogok. Szerintem nem, amúgy. Vagy most már nem úgy van megszakít, de most már nem tudod. Ez egy illegál jobb amúgy. Hát megbírod szakítani majd telóról, hogy úgy csak a különbség egy illegál cucc ugye, de hát most csak nem, nyilván ugye az a lényeg, hogy vegyenek hajót az emberek és úgy csinálják, mert úgymond támolva, de hát max majd beleírjuk, hogy ilyen munkás hajóval a munkaeszköz nem lehet kihasználni, az fel is írom magamnak. Amúgy lehet majd hajókkal kereskedni, azt előbb kérdezték. Most még azt hiszem nem, de az terve van. Lopni kell ennyi, vagy lopni is lehet, de amúgy ritka lent hajót lopni, tehát most a Sandy be el tudsz lopni amúgy. Most így leízünk, aha, most át kéne öltöznem. Csak nálam bemindeltem valamire ezt a hülye sprite-ot, vagy micsodát.
Még be... ja, mondjuk a modpackom miatt ez annyira nem jó. Hoppá. Azt hiszem a postfix, amúgy. Mert nekem a víz az tökéletes. Ultrán van neked a postfix? Aha. Hát nem változtatott semmi. Very high-on van amúgy. Ja. Én ezen meg tudom mutatni éppenséggel. Lágyarok és kiad egy ilyen ebetűt, és hogyha rányomtok az ebetűre, mindjárt majd megmutatom egy másikat, nem tudom, hogy láttátok-e pontosan chat. De hogy már nem kell izé, nem lehet, nem altal kell már izé keresgélni, hogy rá tud nyomni, mert az egy agyrém volt, hanem például, ha most látok még valamit amúgy ettől a textúrától. Csak nem igazán szerintem. Itt egy ebetű, látjátok? És ott volt az ebetű, és arra rá kell nyomni, és egyből oda visz tégen. Kicsit könnyebben lehet csinálni ezt is. Hát most sok legalábbisban egyszerűsítettünk, kicsit jobban megérje, meg kényelmesebb legyen, mert egy csomó egy szopás volt. Aztán kezdő playerként amúgy bármedig csinálhatod itt is, ja, pontosan. Amúgy ez így már nagyon chill job, hogy tényleg lemész, és nem kell össze-vissza futkorásznod. Ja, kincsérés eddig agyvérzés volt amúgy, két óra így csináltam, elhiszem. Sokan azon gondolkoznak, hogy játsszak ki a rendszer. Hát igen, egy kicsit szomi, de hát... Hú, mondjuk az FPS nem észreveszi ezt az ultra posztafixet. Jó, hogy most kérdezik és nem csinálják, érted? Hát igen, igen. Tudom, valaki megcsinál meg. Hát realisztikusan nézzük rajta, mi igen, de hát nem, általában elég kevés dolgot nézzük realisztikusan a szerveren. De hát, hogy azt akarjuk, hogy menjen ki a pénz a szerverre, és a hajóknak nyilván az volt a cél, hogy legyen vásárlás, hogy hajóvásárlás, hogy menjen ki a pénz a szerverről, és mindenki a legál jobbos hajót fogja átvinni oda, az úgy nekünk nem érjük el vele a célunkat. A kereskedés az szerintem az ERP szervereknek a legfőbb eleme, hogy jól működjön, hogyha nem kell kereskedni, mert kihasználják az emberek, az elveszi a lényegét az ERP-nek. Szerver témához hangolni. Hát most igazából színváltás lesz teljesen, szóval most már ez lesz új színünk, ez a... Nem is tudom, mi volt rá, egy külön szó, hogy milyen kék ez. Én csak ciánkék, ciánkékes. Nem, az a lilára volt. Ja, a lilára volt, ja, bocs, hát ilyen ciánkékes lesz új színünk igazából. Azt hiszem már nagyon sok minden át van színezve, ugye erre, de valamit még át is kell színezni majd, mert... Hát a rózsaszín már bántotta a szememet sok helyen, aztán... Már mondta többen, ja, beszéltük többen is, hogy ez így cleanebb, jobban néz ki, hogy most már a rózsaszínes liláról, vagyis hát a rózsaszín delengeljük, és most már vagy lila lesz, vagy ez a kékes. Tényleg, és mondjuk motorozás közben leülök. Nem bírok, oké. Ne szerp, igen, hogy ne ez, de menjünk magnumozni, persze. Amúgy a garázsod még nincs elszínezve. Munkasapok nem fogják keresni a frakcióvalókkal, kereskedés kevés lesz a banyag fegrehez. A frakiap az teljesen más kise, az... Az a baj, Vervex az a baj egy jelen helyzetben, pont az volt a baj, hogy egyszerűen, mert igazából az a shop, az igazából inkább azoknak van berakni, akiknek van craftos frakciójuk. Tehát jelen helyzet szerint ez úgy működik, hogy kb. Nulla alapanyagok van a fegyverkraftos frakiknak, és nem is lesz, hogy tehát eddig se volt kereskedelme annak. Most szimplán viszont van olyan lehetőség, hogyha esetleg ők csinálják, akkor nekik lesz egy ilyen shop lehetőségük, érted? Eddig viszont senki nem csinált ezek a jobokat, és senki nem is kereskedett vele, szóval... A frakiapot megmutatod, mert kérdezték, ha. Hogy mi az? Frakiap, ez gyakorlatilag bejössz én ide, tudok posztolni, mint leader, meg a leader, és akkor itt... Ma beírtam most ide a fraki abban, minden goofy is látja, ma kurva jól nézek ki, nem igaz? És kiraktam magnóról ezt a képet. Igazából ez a fraki app, ez pont arra, amire a zsabb váltod? Ne Discordon kelljen tegelgetni az embereket, hogy lesz valami ilyenkor, gyertek, hanem le tudjátok közölni végre a teljesen dolgokat. Hát Vibe az nem hiszem, hogy várható mostanság, hát azért még nincsenek annyira elszállva dolgok, azért még... Talán egy-két frakinek, vagy frakinek van $1 millió körül, de hát még az sem olyan vészes, tehát hogy... Még nem tartunk ott, hogy már mindenkinek 20 fulltoningos autója van, meg 8000 fegyveren ül, meg ilyenek, szóval... Egy Mo erre gondolta, ha jól limit kapcsán Szabja, hogy túl kevés az öt, hogy kimenjen a pénz. Nem lockpick.
De attól, mert most 5 limit van, attól még változhat, szóval, hogyha hamar elfogy az 5, akkor azért gondolj. Nyilván, jaj, hogy ki lehet ezt bővíteni, persze. Itt én plusz 3, plusz 4, stb. De nyilván, hogy itt vannak ezek a shopok, oké, csak hogy... meg amúgy itt, tehát ne vervex, ami nem tudom, itt vagy-e. Szóval itt, ez az item, ezzel amúgy se tudsz kereskedni. Szóval így gyakorlatilag, ha szerzze 6 fa törmeléket, az eladót kapsz tőle 3 fadeszkát és 100 dollárt. Szóval keresel vele 100 dollárt és a fadeszkákat még el tudod adni frakcióknak. Szóval ja, és így csak a műanyagot tudod adni. Oké, ezt a fadeszkát azt hiszem elbírod adni amúgy a izénél, itt a favágónál többért, de nyilván az alapanyagot magát, amit craftolsz, inkább frakinak fogod eladni, csak a kis úgymond kis itemeket tudod eladni majd de nagy itemekért. Nyilván, szóval alapanyag... Valaki kérdezte, hogy a telóban maradnak-e a cuccok, maradnak amúgy. Mármint a képek meg. Ja igen, persze, képen minden marad, persze. Nem nullázzuk senki telóját, telefonszámotok is marad, minden ilyesmi. Egyetlen egy dolog nem, az azt hiszem a csoportos cucc, de az abus sem volt működőképes. Az most amúgy jelleg nincs, de az lesz, és akkor geci stabil lesz, szóval az kurva jó lesz majd az is, ha működni fog. Ez csoportos beszélgetés? Aha. Igen? Hát az most nincs, de majd lesz, jó. Legalábbis Arun azt mondta. Ja. Az a tudós, hogy nem lesz, de akkor már lehet, hogy lesz. Megmondom, szerintem egy-két éjjel belül jön még ki egy újabb izénk. Újabb... na, hát nem nagyobb update-ünk, de az jó sok minden fog bejönni, ugyanúgy, mert hát igyekszünk majd kihozni belőle a maximumot. Gyertek csak rám, 16-os idér. Mondjad. Öcskösöm itt mit csinál? Ja, hát ez az izé. Itt még ruha volt is van, ugye itt volt az irótám. Ja, igen, jelenleg. Igen. Ja, mert Sandyből kikerült ez a kis shopos rész. Szimáncső. Mondjuk amúgy lehet, meg lehet majd csinálni, hogy... Hát de ezeket elbírod, hogy Black Wolf ugyanabban craftolnak majd, ez csak ilyen mikro itemek, tehát ezek az alapanyagok alapanyagai, ezt úgy érzem, hogy Black Wolf. Hát szarak, ez titok. Majd meglátjátok, mi van terve. És nem szabad mindent lékelnünk. Fori, miért nem streamel? EasyCafan megkérdezi, Fori, miért nem streamel? Na, Fori, miért nem streamelsz? Mert most itt vagyok. Nem sok értelme ennek így látni a dolgokat. Föl kell menni szeróra lassan. El kéne zsalnunk. Hát lassan most már... De holnap a pecsütet keszi. Hát a holnap is egész nap rohadni fogok amúgy a szerón. Én is szerintem. Hát holnap én is, az fix. Ja vagy. Csinálom a videó felvételeket mindenkiről. Igen, igen. Polgármester, csinálunk egy pornót. Csinálunk egy pornót, ja. Új étterem a Palás. Új étterem a Palás. Tényleg azt lehet leakelni? Hát nem tudom, nem rajtam bólik. Kérdezz meg gyorsan. Hát de az igazából a frakin múlik, nem? Igen. Az inkább a frakin múlik, hogy szeretnék-e vagy se. Még először megnézem, hogy van-e egyáltalán, aztán utána mondom, hogy bizony. Nem, a Gangnam Style. Hop. Ezek a páros animok nagyon jók, és rengeteg új propos anim is került egyébként be, ami még külön kurva jó szerintem. Színesítik a titukat. Jaj. Hát ez nem tudom hova tenni. Meglepénk. Jó, akkor én rátok bízom. Nekem Vargetti azt mondta, hogy mehet. Most beírta, hogy horizás, hogy ne rékeljük. Akkor szerintem beszéljük meg egymás között, addig nem utassuk meg. Ja. Valami lagol a videó, videózza le.
Korlátozzal, mire gondolsz a korlátozás, hát top-stop? What do you mean? Tobi, amúgy nem, hogyha laggal veszi fel a videót, hát figyelj, lehet, hogy laggal fogja, mert ő nyilván a képernyőjét veszi fel. Ó, az meg. Segítség! Segítség! Ferrari jó. Sándor Bandi, ugye? Maradjon meglepő, azt beszélték. Na jó, oké, hát akkor majd holnap meglepetés lesz számotokra. Na, fel kell rabbanni élesen, nem? El kell rabbanni Bibrót. Fel kell rabbantani a mostani PD-t, hogy jöhessen az új. Aha. Biztos élveznék. Ja, bombával nem megyek a PD közelébe. Én sem nagyon. Na, ha használod hal pofozásként, hát nem nagyon szerintem egyelőre. Hallan lehet pofozni. Erre hajtok el a pofozásra. Ja, nem lehet, nem lehet. Felrobbanunk élesen, hogy nem magnumoztam, nem tudom mióta. Amúgy tényleg nem gondoltunk rá, de amúgy tényleg nem rossz ötlet. Így nem teljes az update amúgy, hogy nem lehet hallan a pofozni. Be se jön eddig. Fog akkor a patch. Pedig amúgy nagy ötlet. Azért, te mit találsz az arcos kocsit? Remélem, te jól, sokat kell inni. Annyian nem fognak inni, hogy mondjuk Fari elvileg a legtöbbet fogja inni szombaton, úgyhogy hallottam. Van korhatárszerűen olyan 16 év a minimum. Igaz ez, Fari? Ezt hallott, ezt csiripelték a madarak. Ja, legutóbb is széthánytad a WC, úgyhogy most nem baj még egyszer. Mi? Miért legutóbb széthány? Miért azt mondta, hogy be kell adnod magad és 6 óráig írtál? Írtál, hánytál. Másik kerületből hallottam, egyszer, hogy hány. Mikor? Hát, mi a tavalyi Staftalinál? Ja, azon igen. Ne jönnék már... never. Azon igen? Jó ideje. Azóta fejlődött amúgy, igen? Szervezet azóta 10/10. Alkoholista lettem hivatalosan. Én már ebbe beletörődtem. Ígyunk egyet. Nem. Sok jó imást. Nem, köszönöm. Azért ennyi nem vagyok elvettem őt. Ah, faszom, jól elindul a fájban amúgy. Nekem se indul le. Szerintesen kivégezt, azt tartom, kiképezték eddig, kivégezték. Ott még nem tartunk azért. Jaj, bocsánat. Mi van már fáj, indulj már el. Fú, nagyon rossz mostában, ez nem indul el. Nem indul el a fájban. Hát nekem nem. Nekem is fekete kép van. Azt kellett volna, hogy bemaradunk, de szerintem az 3-an RP-zünk. Jó, most már jó. Hopja, igen, nekem is pont most jött be amúgy. De újraindítást igényel, de miért igényel mindig újraindítást? Ah, fasz ki van. Mert más build. Hülye. Jó, de már egyszer újraindítottam. Ja, meg amúgy mindenki patch-elje a GTA-t. Nebbéknél is változni fog. True. Yeah. Most azonnal verify-játok a GTA-tokat. Igen, micsoda? Hát a Game Beard változás lesz a patch-ne. Tehát érdemes lepatch-elni a GTA-t, ha van. Amúgy... Hát nem kell, mert nyilván fenn voltatok. Ah, végre. Sziasztok! Egykor bemutatom magam, hogy szerintem melyik napra másik eltűnt az Ever Voice meghallgatásra váró voltam. Szerintem játszik szerintem, hogy kikettem, milyen kezdés vissza elkapni a Voice meghallgatásra rongot. Hát... PUBG-ivel mizom, mi lenne? Hát figyelj, szerintem, hogyha visszarézze szerúra, lehet kell dobja újra a Voice meghallgatós rongot amúgy éppenséggel. Nem? Szerintem de. Úgy tudom. Hát ilyenkor vagy az történik, hogy kiderült, hogy iszé, a jelentkezésedet nem te írtad, vagy csak valami iszé van. Próbálj meg újra feljönni a szeróra, az kész. Egy komolyan fajta csé vagy lol kéne menjen ezután. Egy lolba benne vagyok. Ma még nem loloztam. Amíg még egy éjfélig streamelek, úgyhogy még azért várhatsz azzal a lollal. Ja, de akkor meg nem akarok, akkor segítek a runnak majd. Ja, tényleg, ja. Hát nem hiszem, mert 6 évig több időben benne meg a fejlő, mint amit fenn leszek lassan. Haló! Szervez való csatlakozáshoz, kérlek szépen. Véletlenül nem telekomos vagy amúgy? De.
Benne lehet, hogy amiatt van. Itt van a jelentkezésnél amúgy. De amúgy a karakter történet válaszolni kérdésem, legyen 16 éves, közben ennyi. Hát onnak is telekomja van, és ő is egy tud könnyen belépni, VPN-nel tud csak belépni. Lett egy Unibet-es logókan is, azt hiszem. Az ami lett? He? Az ami lett? Vagy rajta vagyok? Ja, felől szokott lenni egy, az ami lett? Ja, véletlen odébb húztam. Hoppá, pasi. Az bántuk. Na, akkor plusz egy óra stream. Az öreg Tazván dukár. Kedvenc PD-s Karim. Észrevettem, geci. Nem, még meg se csináltam, vágod. Az a baj, hogy... De tényleg, de egy random karakter, aminek a bőrszínes stimmel, csak még alapfeje van, vágod. Csináljuk meg most. De mondom, nincs ti semmi. Jó, csináljuk meg most. Mondom, hogy alap, izé. Látod, alap karakter még. Hát, de tudod, de remélem tudod, hogy tudjunk segíteni neked. Most el kell mondani egy mondatot a karaktereddel, hogy át tudjuk élni, hogy néz ki. Igen. Szóval erre még nem készültem fel. Szóval most akkor kérlek, akkor... Velem is ezt csináltam. Adj elő két egybefüggő mondatot, hogy mit mondana a karaktered, amikor megérkezik a városba. Hát, geci. Hallgatunk, Suri. Várjál. Az a baj, kéne valami szótár nekem. Lehet a fészkabon az meg egy Radics Peti videót. Igen, lexikon, várja. Jó, hogy jár, Firút, geci. Zavarba jöttem ezek. Meleg is lett a szobába. Várja. Aha, megvan a roma szójegyzék. És már be, gyerünk már. Nem tölt be, vágod, nem tölt be, tényleg a Telekom fos. Aha, kifogás. Na jó, azt mondanám, hogy valami köszönés kéne nekem. Tavesz Battalo. Tavesz Mr. Cooper, de azért nem úgy benne, mint Magnum. Tavesz Mr. Cooper! Gustavo, Locksmith a példaképpen, hanem félszemű Tazmán. Megjött a vélem. Tavesz Cooper! És jelentkezni szeretnék. Amúgy valami Orhan kéne. Oj. De a Battalo boroplát, testvérem. Testvérem, mondd már meg, hogy idén buszére kéne. Beszélj torokból, tudod, ilyen, izé, mint egy otromba. Hogy ne, hát ez most fél. Havaszdik. Szép testvérem, mondd már meg a videót. Lehetenek a telefonodról. Nem tudom. De amúgy pont egy ilyen kifinomult egy ilyen úri romát akarok. Szívesen, hogy az már egy úri roma, igen, egy szofisztikált, egy kifinomult, egy gazdag. Ő a Vajda fia, és rendőr akart lenni. Tehát gazdag RP. Nem tudom, amúgy még ezt nem találtam ki, mikor szülesen 8. hó. Hát 88-as. Milyen öreg, várjál. Akkor kicsit öregíts a hangodon. Akkor 98-as. Az meg fiatal. 95-ös. Kamát, milyen fej kéne neki? Várja, bőrszínén kéne összeütni képi valamit. Melyik a jó bőrszín amúgy? Nem tudom, mit lehet és mit nem. Melyik a jó bőrszín? Ez mondjuk. Ez világos, nem? Ez? Hát szerintem annyira nem világos, nem? Szerintem világos. Túl világos. Sötétebb legyen, tesó. De ezek túl sötét. Igen, ez jó, amúgy ez jó. Ez jó, ez a bőrszín amúgy vagy még, hát... Ennél kicsit fakóbb kell amúgy, nem? És ami köztes. Hú, ez talán köztes? Nem tudom. Az ingém amúgy nem tűnik olyan izének. Hát nem, akkor az. Talán ez, mi most volt előtt. Ez itt ez. Az nincs, ez a 37-es nem rossz. A nagy, ez már nagyon. Bakugán pajeszt, azt majd rag rá mindenképpen az alap.
Várja, arcon kell még variálni össze, hogy hát a fejforma maradjon. De amíg Gustavo is nagyon fekete. De ja, én is úgy csináltam meg amúgy jerket. Feketére? Hát ja, mert én is izé pont vacilláltam, hogy lenne a legjobb, de jól ki lehet hozni a sötét bőrből. Ez jó fej. That is me. ez a legjobb fej. kicsit ilyen bomba tekintet kell. De a jes, ez még mindig amúgy. Ez mi is ott Jamal volt, hogy mi volt annak a karaktere Francesco-nak. Ez olyan szerintem megnyerte. Hogy néz ki? Ez lesz szerintem. Ilyen nyaka van. Kigacsed. Kék szem, már milyen sötét szemű, nem? Barna szem, egyértelmű, igen, persze. És ezek hogy ki van nyújtva a nyaka, vagy ez mi? Keci. Olyan, mint a mást fejet raktak volna egy vékony testenet. Pattanás, az kell. Azt a kurva. Hogy ezt tetszett itt ez? Melyik volt? Ilyen lesz. Hát kicsit izé érted. Bőrhibás. Ázat egy kicsit fokkal vadabb. Mekkora zene amúgy ez? Ez nagyon jó lesz. Pont az orrán van egy kis izé. Rá tudja mondani, hogy megverték a... Szeplő az nem kell, nem? De hogy? Bőrhiba? De remélem, tudod, hogy most ezzel fogsz RP-zni ezután. Dehogy fogok ezután ezzel RP-zni, Istenem. Most indul az akadémia. Nem, biztos te... Mi azt jelentkezni? Még azt tudom, hogy beszélek. Muszáj lesz. Hogy jönnék? Az a neve, hogy Tasmán Dukár, hát hogy veszek föl? Tasmán geci amúgy. Hát ez a név. Én meg egy szemmel lesz, az fontos, mert a fél szemű Tasmán. Ezt találtam ki egyedül amúgy. Ez a kifejérített arc, ez szerintem nagyon jó amúgy. Nem? Vagy nem, az elveszi a varázsát. Ránc, az nem kell, nem öreg. A kifejérített arc, ez kicsit olyan afroamerikaias inkább. Valami hatalmas orra legyen, nem a... Ne forogjál már amúgy, ornyereg, aha, így, aha. Szép estét, Chat King 10-7. Hoppá. Na, Chat King Discord is RP. Meghallgat akkor téged. Ó, de jó lesz. Csak nem. Te az van, Dukár, hát még... Azt nem, hát várjál még szemöldök magasak, az jó lesz. Az arc, ez túl komoly, nem? Szerintem nem, szerintem túl komoly az arc. Szerintem idekén... ez amúgy vad. Hát szerintem ez lesz amúgy. Ez olyan aljas. Ez szerintem ez lesz amúgy. Atya, hogy mi ez a side profil amúgy? Azt a kurva, mi ez a side profil? Húha? Arányos, nagyon, nagyon arányos. Hát kecs. Isten, geci. Hú, még így. Jó, még ez a toka, ez eszébe illegális egy kicsit. Ez jó, nagyon jó. Ez már tényleg lesz egy orrhangi lenne amúgy, de ezt nem tudom, hogy vitelezném ki amúgy. Még sokszor van orrhangom, szóval. Jó, a hajstílus, na ott dőlem. Little G felnőttként. Valami extrabb, ilyen valami extrabb hajka. De amit tényleg ilyen össze-vissza elve minden. Ez hogy néz ki, geci? Azt a... Úristen! Atyai, mondjuk ez is kemény azért. Úristen, mint egy... Uha! Nem mondok igen semmit. Várj, ez szakály stílus. Így, ez a szakály kell, várja, vagy simán az izé. Hol van az a sima izé oldal? Aha, így. Ez így. Köszi. Ez így elég volt. Ajkai legyenek vastagabbak.
Intézem, intézem. Tényleg legyen ilyen giga ajka, és néha csinálja a hangot ott, hogy így furrandom. Hát az hol van? Arc, ajak itt van. Hogy mit csináljak? Hát tudod, néha így adják ilyen puszi hangot, csak így random, hogy furcsa, és akkor... Aj, atya világ. És furcsa csend lenne az állománygyűlésed, meg... Ahogy a haja, haja, az tényleg valami még nem oké a haja. Ez túl jól fésült, ami... Aha. Ez túl dúl izé. Akkor a feje van amúgy. Fülke mellért. Fülke mellért próbálj ki benne. Hú, az nem mindegyiken működik a mellér amúgy. Ez amúgy nem rossz, de ez van Gustavónak is amúgy szerintem, meg a másik Karimnek is ez volt. Nem, Gustavó... Nem ez van Gustavónak. Mondjuk ez a kopasz is. Kopasz? Hát ez a nem teljesen kopasz, hanem az kopasz a... Rossz. Az is lehet ilyen kopaszodó. Volt, csak a... Milyen nullás géppel van levágva, tehát nem a csutka kopasz, hanem ja, a tudom, mire gondolsz, igen. Ilyen izé, baszkát? Klukkát, vagy mi az? Hát ez a... Valami ilyesmi, igen. Gustavo kopasz, ja. Annyi haj van, amit fel sosem nem adnék rá a karakteremre, hogy elképet... picsában, ennek miért van ilyen hátsó része? Az elejétől újra indulok amúgy. Tuti van egy olyan haj, amire most gondolok amúgy. Ilyen kopaszodó. Ez ilyen öreges kopasz? Aha. A közepén egy öreg kopasz volt. Igen. Ez se rossz amúgy. Na keményen van, még jegeresédés van amúgy. Hát de 98-es a karakter, nem? Hát jó, ami kopaszatat érted. Rossz a genetika. Viszont 9-es is kopaszatú. Little J! Tessék? Úgy. Geci az alajjól úgy nézett ki, mint Jay. Á, ez nagyon tetszene, nem lenne ott az a coff amúgy. De miért nincs? Amúgy az ilyen nagyon taszmán, ránézek és taszmán. Ugye? Valami kopaszodót akarok, 29 éves és kopaszodás. Szegény azt szerint meg pont itt van, úgyhogy... Hát egy kopaszodnak az emberek, amúgy nem csak öregen kopaszodnak az emberek amúgy, ha valakinek... Nem találkom, hogy azt hittem, van valamilyen ízé haj. El is felejtette szegény. Indiai beütése van. Indiai. Miért? Tényleg lehetne ilyen tech support, tudod? És így te intéznéd a PD-d a hívásokat, és... Nem tudok jó hajat amúgy. Az a hosszú, hogy esküszöm nem volt rossz. Ilyen csibészes. Tényleg amúgy, ha kopaszra rakod, és a szakállnál beállítod azt, amikor van oldalt, amit adszerűen ír, az még aljas lehet. Olyan fény, ami bajszos, és... Jó, hogy azt a szakállnál van? A szakállakat nézd meg. Ez itt van, tényleg. Ez, ami Márkusznak is van. Igen, ez tényleg elég aljas, igen. Mondjuk jó, hogy ez két Márkusz amúgy. Igen, tényleg amúgy. Lehet, amúgy már, amúgy miért nem egy ilyen izé, egy ilyen rajzolt szakáll kell, hülye? Tényleg, az sem ott. Amúgy az jó, hogy tudom is mi lesz, várja. Várj, visszajövünk ide. Figyelj, ez, és... Megvan, ez. Kecsi, hogy tűz ki? Húha. És ez a rajzolt szakáll, tudod? Hát ez szerintem megvan. Megvan szerintem. Illi, hali, hali, hó, tényleg fitem, mint az a Csabi Psylon. Hát még ami szemöldökkel, de nagyon vad, ilyen rajzolt. Aha, ez. Egyben őt. Has rossz. Geci. Ez volt egyben őt? Nem.
Ez. Amúgy a rajzolt, az még ott rombább, az a nagyon rajzolt, ami feljebb van. Igen, azt az tudom, igen. Erre gondolsz itt valamelyik, erre, ami... Ez, várjam. Ez, ez. De most már mondjuk eléggé, eléggé romásan néz ki az öreg. Ebbe tud belerakni mellé jött amúgy hajába. Ne, a szemöldi, ja, most a szemöldöket színeszem, apá. Most a szemöldök és szökkel lenne. Hogy néz ki szőke szemöldökkel? Mi vagy a szak... Jaj. Már mi vagy a szakállal is az lesz. Atya mi... Jó, hát ez... Jó, szerintem ez... Így viszont tényleg már kutos, megkésettem szőke. Uha. Jön még a szemöldök és akkor maradjon izé. Ez így szerintem el. Mit mondta a chat? A szeme túl nagy, nem? Nem ilyen kis, ilyen kis beizé, besüppett szeme kéne legyen, nem? Most tudom, hogy változtatom a szemet amúgy. Aztán nem is lehet választani. Át a szememben merem átállítani. Erfi, mikor leszem? Most csináljuk a karaktert éppen. Még lehet kéne rakni egy... Húha, de bajos. Jó, nem azért, na azért ezt nagyon csúnya. Júj. Igen, azt nézem, hogy ez valami egészen más alakinek a bajsza. Gyerekek, valami van a szeróval amúgy most. Micsoda? Hát most nem csak a PL nagy, hanem a ping is. Úgyhogy Discordon 30-as pingem van, a szerver 122. És Kacsa is írja, hogy neki is játszhatatlan. Nekem is 115-ös pingem van és 20-as PL-em. Az jó. Minden hárman telekomosok vagytok legalább, vagy? Hát én hát a telekomos hálózaton vagyok. A festet, ha ez legyen, maradjon a kocsi, ez nem jó, ez nem? Akkor úgy se tudnál RP-zni amúgy, mert biztos lagolna a voice, úgyhogy jó, hogy karakter csinálsz. Mindjárt felmegyek, megnézem én is idével. Jöttem le, milyen. Még ez is nagyon kemény. Még ha én kifinomoltabbat akarok, lehet ez még jobb is amúgy, mert... Sötétebb szemöldök és szakálként, ez a lehető legsötétebb szemöldök amúgy, az a baj. Erősségé nem lehet állítani? A szakállnál. Vagy ez a legerősebb? Ez a legerősebb, aha. Szerintem ez jobb, hogy ilyen kis kifinomolt izét akarok. Nagyon lenyalt. De ilyen kis kifinomolt izé lesz, tudod? Sötét haj kéne. Szerintem nem olyan jó, ja. Van mellé kis izé. Több milyen beütése van, mint akik a Tesco parkolóba szokták árni a horgásba, tehát meg a loknit. Hogy csináltam? Nem, eddig nem rossz amúgy. Aranyfog, mondjuk az tényleg jó amúgy. Hát Krisz meglátjuk, lehet amúgy. Még azt sem, most hát amilyen 200-as, 150-es ping van a szerón és pakit lesz, akkor lehet semmi nem lesz amúgy, mert nem tudunk mit csinálni. Szóval gyere, csináljuk a karaktert. Hát addig megjavul. Én ment fülbe alom, hogy az tényleg kéne, igazad van szerint. Ő méretet nem tud állítani egy kicsit ilyen... De várj, félszeműt. Félszeműt, az már amúgy, úgyhogy igazából félszeme kell legyen. Tényleg belevágott az arcába, igen. De amúgy van egy olyan, van egy olyan arc kifejezés, amikor az egyik szeme végig le van húnyva. Ja, amíg az se rossz. De várj, arany főbe aló kéne inkább ad szerintem, hogyha új karakter. Nem akartam egy PD-s izét, csak most amúgy laggol a szeró, szóval. Valami hatalmas aranyóra. Ott romba nagy fül, kéne amúgy fülbe valóton, ami így lóg. Magnumnak van. De az nem arany. De. Ilyen aranyharang van a fülébe. Ilyen van a Magnum meg a fülébe, ilyen. De akkora a füle, hogy bele nem is megy bele az izébe.
Ez így fasz. Mondjuk ez is kamaj. Hogy is fordulok a gecibe. Ú, ez jó. Van Domi amúgy, van. Csak hát azért nem olyan stabil, mint egy rendes rendőrség, mert nem lehet elvárni mindenkit, hogy minden nap játszon. De amúgy van, aki figyel az újoncokra. Csabiak ők azok fiatalakból? Amúgy óra, valami hatalmas aranyóra, az. Nyaklánc is, valami flux, vagy valami ilyesmi. Valami nagyon vastag aranyflux, igen. Hú, ez jó, csak aranyba. Halljátal, elképzel, mutassak? Jézusom, ez milyen... Hát még ez érdekes, nem feltétlen, amit most csinálok itt. Na, kicsit ilyen Hawaii beütése van, vagy nem tudom. Ugye járjasnak. Ellény, az nem kell, szerintem, ami felső kéne ki. Nem megy rá a sapka, mi? Hát nem nagyon átmegy rajta, nem baj. Valami nem tudom, milyen felsők én amúgy. Dráma van a cseten. Játékmester megint drámázik? Vagy ki drámázik most? Ez nagyon jó. Nincs más színbe? Valami tetkó kell majd még rá. Ori, most is nagy a pingetek? Gigantikus. Össze-vissza ugrál, szóval tényleg olyan, mintha szar lenne. Nem azt az egyes ping. Csak nagy, hanem így 120, nem egy 110, 120, szóval így stabil. Ne kell valamiért telekom hálózattal, ezt mert nekem 80-as, ezzel a szar jettellel is. Hát az nagyon nagy a 80. Jó, de nekem... Jó, de a jettellel jól 80 amúgy. Mobilnet ugye, itt csoda, ha a 80-as. Tehát azért csodálkozom csak. Mondjuk a PL-em az nekem is nagy. Mennyi a PL-ed most? 14. Olyan szeret, olyan szpara. Jó, mondjuk most nekem is felment 100-ra. Csak az, hogy nem tudom elindítani, hogy a mobilnet okkal vagy az a szerver. Nézek valahol egy videót. Mivel nekünk is szerezi valószínűleg a szerver. Nem? Mindjárt megnézem WoW-ba is, hogy ott milyen. Makkos lépőkkel én is azt mondom, ami jó izék ilyen amúgy, tényleg. Hát amúgy elég, hogyha megnézed a DC-n mekkora a pinged. Csak rányomsz a izé hangcsatlakozva, hogyha ott nagy akkor. De az nem pontos, mert olba is 80-as. Úristenem, mennyire jó az a cipő. De egyébként eltér, mert 40-es a pingem, tehát dupla annyi. Megjött. Úristen, nem a motelhez, mert biztosan bíróság. Hát, gec. Még nem is laggom, mint nincs autóm amúgy. Amúgy... Most a Telekom szar szerintem, mert nekem meg most tökéletes. Hogy a geciben néz ki. Én is arra gyanakodom, hogy a Telekom lesz a szar. Mondjuk for nem Telekom. De Telekom is hálózatom. Nem bírom megjeleníteni a kurzorom! Mi a fasz van? Ja, tudom. Na, alszifejezések. Nem pislog. Ja, nem az, pont nem az. Várja, van valami félszemű, nem? Bamba, alvó? Egyszemű. Geci. Ami séta stílus kell. Hipster. Ez jó, az egy kis flagma. Hogy néz ki a karakterem, hogy te jó ég? Atya világ.
Nem olyan, mint Markus. Hát a stílus mondjuk lehet, mondjuk nem, mert a sokkal ott rombába mondj. És milyen kar, most jelentem, hogy PD-re akarom jelentkezni vele amúgy. Kicsit buszinak néz ki, kicsit amúgy tényleg. Hambusba jelentkezik, által felvesztek. Aha. Remélem, akkor tényleg fogsz random ilyen hangokat kiadni. Tupogni. Leteszteljük a voice-t amúgy. Rád menjek. Aha. Te vesz, Cooper. Beszélj. Üdvözletem, most ő nagyon rossz. Atya a világ, nagyon rossz. Igen. Nekem is. Nekem is, tiéd is. Az egész jó. Mehetünk horgászni tesztre. De vagy az a vicc, hogy a Tesseron amúgy nem volt ekkora. Szóval... Igen, nekem nem, csak nem figyeltünk rá, nem? Mert maradtuk jó, figyeltük a voice-ot és jó volt végig, nem? Ott beszéltünk a voice-on, meg én azzal játszottam végig. Mert én a pingemet, meg a PL-emet nézem, mint egy sziopata. És ott jó volt amúgy. Ja. Ennyire PTSD-d van a pingre, meg persze, a PL-re? Persze, persze. A 100-as ping 20-as PL az úgy nagyon, most például nem sokat értem, hogy robot. Nekem meg van nyitva a feladatkezelő, a hálózatot, ott nézem, hogy folyamatosan van-e valami. De most a netem stabil, csak, ja, ott a szerón van valami. Megpróbáljak feljönni VPN-nel. Mondjuk az basszhatod, mert arról se lehet streamelni. Nagyon. Hát mondjuk amúgy ki tudja. És csak Telekomnak szállom, hogy vajon? Meg kell kérdezni valakit, aki egy helybe afkal, hogy neki vajon jó-e. Ezt próbálom kideríteni most. Helyemek addig. Telekom szar, vagy más is. Hát mindjárt megkérdezek valakit amúgy. Nekem jó. Fellépek, most megnézem Bobba mennyi, és ha ott kisebb, akkor nem a Telekomot fel. Nem, mintha nagyon-nagyon kisebb. Kérem, ne legyen öngyilkos, még van miért élni. Szedje össze magát, uram. Mondjuk ma 20-as PL-em van, és fenn voltam 5 percet. Jaj, a szervergéppel lesz valami melóban, meg 60-as a pingem. Fönn meg 100-as volt most, amikor léptem. Az a biztos, hogy Surinak nézem, 18-as PL-je van, 20 felett más ki fog baszni amúgy kövő. Ez is fura, hogy mikor basz ki, mert valamikor 40-es pinger is, vagy a PL-el is lazán fenn vagy, és nem is érded. Csak jó lesz. Nem, még mindig fos sajnos. Várja, beszélek. Uram, kérem, ne vesse le magát a hídról. Nagyon rossz meg mindig. Ja, voice sister. Azta! A voice nagyon, hát az a rossz, ja. Hát mondjuk minél lenne, ha most a dobálna, vagy nem tudom. Ez kevésbé nem zavaró dobálna, de hogy most a voice is szar, az úgy nagyon rossz. A voice a fos, akkor nem lehet RP-zni egyáltalán. Akkor azért vagyunk fenn csak ilyen 100-115-en. Nem sok embernek fos. Csináljunk közvéleménykutatást. Ja, kiírom TX-be, hogy most... Azt mondjuk, beteg lenne a report, hogy mindenki leírja a féljét. Hát ne írattam velük, persze. Itt engine beugrott. Asszom... Hogy nyílt meg a chat? Nem bírok, ja, nem bírok semmit írni amúgy. Mi a fasza? Előjött a shiftes.
Ilyenkor csináld azt, hogy megnyitod a konzolt, beleírod a szöveget és belemásolod a TX-be, az évekkel egyszerűbb. Most megint be lesz bugalva amúgy? Na most, na jó, tényleg. Sziasztok! A pingjét, PL-jét leírná mindenki, leírná, aki tudja, reportba. Csak hogy... Már mit kéne beírni mögé? Közi Patrik a követés. Nem kell megindokolni amúgy. Meg jogos. És mi, mekkora beef megy itt amúgy izé? Bianca meg, most mindenki fel kell szedni Biancát, akit meg kioffalad meg izé? Most mi történik a chatemben megint? Igen, még egy veszélyre mártott volna. Vagy egy meg. Gyanús, hogy ne. Nekem gyanús, hogy minden valhéjban benne van. 19-18-os PL ping 110. 3. Nem, most nincsen DDoS, vagyis nem látom. Valakinek, amúgy lehet tényleg a Telekom, mert valakinek 40-es pingje, meg 30-as pingje, meg valakinek 110. Akkor a Telekom lesz valószínűleg. Nagyon sok embernek ott, de mondjam, embernek nagy része amúgy. A PL az mindenkinek elég magas amúgy. Jó, hogy az egyik net erre, jó a másik arra. Be kéne kötni mindegyiket egy gépbe, és akkor talán lehet használni mindent. Kecsi. Még amilyen szerencséd van ping színek, ez szerintem fixen. Fixen az összes net, akkor ha nem, amikor streamed. 45-17, de amúgy ez is fura, hogy valakinek a PL-je nagy, azt a pingje meg jó. Nekem a PL-em 15, a pingem 40. Jó. Yeah. RP-szünk teszten. Meg megnézem, hogy teszten jó amúgy. Mert ez meg logikátlan, igen, jó másikon nem. Meg jó volt a voice. Ez a Telekom ugye a flérek, a Cloud flérekkel nem a legboldogabb. De erre most lehet van egy opciók, nem csucsi? Beszéltünk legutóbb. Hát a Cloud Flare Pro felvileg megoldja a problémát. És előfizetünk arra. Az egész azon van, hogy valami európai networkös adót vezettek be. Igen, beindítom a fájmet, és 15 évig be indul, 15 évig indul el. Európai, ja, és nem akarja fizetni a Telekom az adót, ezért belassítani. És a Telekom egy spúr szar, ezért ők azt csinálják, hogy kiküldik az adatcsomagodat az amerikai szerverekre, és onnan vissza az európaiakra. Amúgy nekem is mondtak ilyet, hogy ez évelején ez majdnem minden évben előjön, és akkor majd megegyeznek ilyen év közepére, és onnantól meg jó lesz. Hát az a baj, nem csak itthon csinálják ezt, hanem Indiában is. Olvastam az egyik ilyen pólumos panaszkodásban, hogy Indiában meg azt csinálják, hogy kiküldik Kínába, meg onnan vissza, és úgy. Szonnak is amúgy 101-19, 138-as ping 20. Fekete gépet nézek egyelőre. Most nem tudom. Mert a Sonos fel se tud csatlakozni egyébként a szerverre, ha nem izével csinálja VPN-nel. 40 MS, de voice logokat. Érdekes, ez a magyar internet amúgy, ez még amúgy így is jobb, mint mondjuk Angliában. Emlékszem, a legjobb net, ami volt, mondjuk most azt mondta tesóm, hogy lett 10 gigabites net, de egy relatív nagyobb város közepén 40/6 volt a legjobb net. És olyan volt az, hogy a 40, az a 6 is, hogy 3000 kilobittel streamelte, vagy bitrate-tel, és az is nélkül ledroppoltam, hogy pixeles fosfolt a streamen. Megmondom, sokkal drágább is, nem? Hát ja, ott egy 70-70 font volt, aha, majdnem 30 000. Azt ja, a kezdi. Igen, 28 000. A magyar net az Európa szinten elég top. Ugye? Hát világ szinten is amúgy. Ugye van egy iszével, egy Szingapurral, vagy egy Japánnal, meg egy Dél-Koreával nem tud vetekedni, de hát azért Európa szinten tényleg egy kimagasló. Hát az amúgy a kimagasló. Hát jó, hát mondjuk nyilván. Szentesen valószínűleg nem annyira kimagasló. Ja, vidéken mind, amúgy tényleg mindig a szaranát. Most én is fel vagyok, fejtem tesztre, itt a pingem kicsi, de a PLM már a karakter szelektálóban 13, szóval. A PL az még lejjebb mehet amúgy. Ja, a bejelentkezésnél természetesen magas PL. Ha nem megy le, akkor van baj. Úgy, neki feljebb megy. Igen, feljebb megy, azt nézem, hogy ez nem lejjebb, hanem feljebb. 18. Csák úgy. Ám, hogy lehet azért magas a ping, mert nagyon sok
embernek most nagy a PL-je, azt lehet akkor gondolom befolyásolja az élesen a pinget, nem? Vagy nem tudom. Ja, nem hiszem. De 18-es fix PL itt is megvan. Hát... akkor jól el lesz a léjfélig, tesó. Itt amúgy, figyelj csak opció, hogy az a baj a helyzetben, hogy a... én biztosan akarom tolni még egy, már úgyis elég marad az egy streamelés, így hogy le is betegedtem, soha életben nem fogom bejönni magam, viszont van egy másik ilyen, az a baj, nem feltétlen RP, de GTA, és ilyen game módok vannak, hogy ezt toljuk még a maradék két órában nagyjából. Nem tudom, nyilván most még próbálkozok ez egy darabig, mert előbb-utóbb csak jó lesz. Meg az is lehet, hogy nyomjuk egy órát, aztán jó lesz egy óra múlva, csak hogy ez egy lagulóval, és nem tudom, ez egy alternatívának jó lehet, meg a games, mert GTA-n a GTA, csak azt sem akarom, hogy most emiatt tolódjon meg én, mert... nem ezt gondolná, akkor király. Igen, arra gondolok, a Mega Games-re például van ilyen izé, minden ilyen hülyeség. Jól megmondtam, de ja. De az Five-en vagy online? Amúgy. Az Five-en. Tehát a Tools-nak meg 40-es ping, 1-es PL-je van, de hogy? Milyen szolgáltató az? Jó, rajta ül a szerver gépen, getszük. Amúgy tényleg 1-es PL, hát sosem láttam még 1-es PL-t, pedig 2000 per 1000-es nem van. A Runad rendszeresen 0-es PL-lel fejlesztett. Jó, tesztelem, hogy volt már nekem is. Amikor VPN-nel néztem, akkor a PL-em nekem is volt ilyen 0-1. Csak a pingem cserébe volt ilyen 30-al több. Szóval én amúgy most VPN-nel lehet tudnék játszani, de... TeamSpeak lenne, az laggolna. Hát ez most nem túl megold, hát nem, valószínűleg nem érted. Mert nem a szerú laggol, akkor nyilván másokat nem olyan TeamSpeak-es hát voice, hanem is hiszem, hogy létezik. Az is szóval. Ja, igen, hogyha egyszerre menne nyilván. A TS akkor lenne jó, hogyha magyar. Igen, elfogy a kurva piám. Magyar szerverről lenne. Tehát a hogyha még nem is laggolna, úgyis akkora okádás lenne, akkor inkább laggoljon az in-game voice. Összehájnám magam, ha TS-en kéne RP-zni. Nagyon rossz. Tokóval az a baj, hogy az ízését tudod megcsinálni. A locklusion. Vagy hát meg lehet, de elég ilyen... Hoppá, mi pop-up volt ott Kusurinak? Telóján, hoppá! Micsoda leak. Most tesztem van? Aha. Akkor működik. Jó, hogy lemaradt róla egyébként. Mert melyik? De izenél van volt egyébként, persze, már leakelte. Ha most 140-es pingem van. Nekem most nagyon stabil a 110-es ping, meg a 16-os PL. Nekem is most körül van. 140, 150 és 17-es PL. Fú, nagyon remélem, hogy ez holnap megoldódik. Ez biztos meg fog fogni. Na aggódj. Az internet problémák másnapra elillannak. Itt is már majd egyszerűen hozom az innivalómat amúgy. Előbb pop-up volt egy megbízás neked. Igen, azt hallottam, füles rajtam van. Nem bírom elfogadni már, nem? Nem. Most csak egy dolog nincs leakelve amúgy. Leakeljük ad, de nem. Ez micsoda tátratusz? 39 és 1-es. Hát irigykedem. Most a pingem itt tesztel nem bészes, de PL-em az masszívan 20 vagy 15. A ping az lehet egyébként az, hogy ugye többen vannak fönt a szerűen. Van a PL az meg 17, az nálam átlag. És azzal még nem lehet volna voice. Persze. Hát az már kicsit az érizé. 15 és 20 között van, az jónak számít, az egy jó nap. Hát mondjuk az azért nem annyira smooth a voice a PL, 10-es, 20-as PL-el, 20-as PL-el. Meg kicsit érdes, érdes. PL-el beszéltünk, és szar volt. Ja, nagyon rossz volt. Amúgy most elindult lefele nekem. A PL az lefelé, a most felső, 300%-a. A hangot, meg mindent. Tehát a bejövő adatcsomagainak a 20%-a az elveszik. Ez azt jelenti. Munkaadó, így is jöttem, hogyha nem fogadtam el a mocsok. Ha elmegyik, beszélek vele. Most neked is elindult lefele, most nekem is lement egyel. Eddig 14 volt, most 13. Hát sérdik most nagyon PL-ed. Hát gondolom, hogy a Telekom, mi van, hogy Telekom hálózatos izé, akkor az globálisan szar mindenkinek, szóval.
Na, nekem meg valószínűleg adném a mobilnak. Jönnek ez a sok NPC-em, hogy élesen csomó NPC-k jön kapcsolva. Jó az a mobilnak pedig amúgy, csucsi. Mondjuk nem tudom. Ha van térerő. Itt szavam rá, mert... Nem se, amúgy rossz szavam rá, attól fél, nincs letöltésem a ping, az mi esténként tök jó. Piros bagárlán, ne! Kipróbáltam, hogy fordi. 80 valamennyi a feltöltés a mobilnetről. Piros bagárlán, hogy szerintem ez valami scriptes szakadás volt sokáig amúgy. Egyébként nem is feltétlenül, vagy volt DDoS is nyilván, de... Nem volt csomó idegi scriptek akadtak össze. Stream is akad neked például, nekem mondjuk... Nem droppal, meg semmi ilyesmi, szóval... Mondjuk a Vodafone mindig jó, azt azért megkérdezni Pinkfit erről, hogy neki mi a véleménye. Nekem sem volt jó a Vodafone-om, hogy szerencsés vagy, ha jó. Azért bármi, nekem is, hogy a netem, kell mondani két évben, hogy tökéletes volt, most volt egyszer-kétszer ilyen fish-fos. Az abban is spoolerkedik a Telekom egyébként. De még a Telekom amúgy igen, is messze a legjobb amúgy, de... Mit csinálunk Balázsán? Most várjuk, hogy lejjen menjen a PL amúgy igazából, de lehet meg a Games-re felmegyünk. Van kedvetek jönni, chat? Még lehet ott is lagolni fogunk, úgyhogy most megnézzük a munkaadót. Megbemutattuk az új update-et, meg ilyenek minden apróságot. Á, ez anim menü, ez nagyon kemény. Nem bírok betelni vele. Minden nap 12% körül van a PL-ed, mondjuk ez kemény. Kaposra emlékszek, ott volt ez a videonetem, de az keszít, jó. Az nagyon kemény volt. Szar volt, fújt a szél, elment a net, sütött a nap, elment a net, igazából mindig elment a net. Mindig szakadott, mindig droppolt a OBS. Aztán azt mondták, hát ez egy router hiba. Kijöttek, kicsérték a routert, elkérték érte a pénzt, és ugyanúgy szar volt. De farnyag is olyan van, azt hiszem, nem? Aha, de amúgy mióta voltak kint, azóta jó. Nekem régen még a Tark Kft. Is jobb volt, mint ez a Vodafone. Tark Kft.? Tark Kft., persze. Azt még tárcsázni kellett. Azt a mindenit. De igazából a ezek szinte mindig Telekom vagy Vodafone hálózatot használt. Első egy órában az én streamen végig a telefon mutattam. Az én streamet végignézed, nem fogok újra megmutatni minden, de itt van a telefonom, hogy nagyon kemény. De végignézed a streamemet, Suri csatornán, akkor ott... Háttere cseréld bele. Igen, de hát nem árt. Ez egy narunos, ez a háttér. Olisz, ez a szátterem. Kell majd valami custom háttér amúgy, mert ezek nem annyira jók, ezek az alapok. Jó lesz a japán. Küldjek egyet. És jó a videonet Kaposvár, hát én a kaposvári videonet, ez katasztrófa voltam, hogy küldj, persze. Nem tudom, mit fogsz küldeni. Mit? Nem tudom amúgy, Tobika, nem emlékszek, már nagyon rég volt, hát egy 6 éve biztos volt. Már Michael adja az izét, a melót. Szállt, császpanom. Segítség, segíts nekem. Michaelnek segítünk. Uram, az orrom. Ezt már solt be. Megint másoljon be. Aha. Megmerném ezt, nem tudom. Hibás URL. Idét törölt ki a végére. Csak a PNG-ig másolt ki. Erre. Így. Hibás URL. Miért? Nem engedik copy-paste-elni. Ja, tesó. Amúgy a Discord törölt egy csomó képet. Amúgy ezért szar. Már miközben üldözöm kéne, aki ellopta az autóját, várjál. Ittben, anyám, jó messze vitték. DP-zek adom, azt sajnálom. Közben még még írogatják reportba a pinget. Michaelnek Michaelnek kamionja van, ezt ellopták? Megvagyunk Michael-t, de sem. Fegyverem mondjuk nincs jelen. Tényleg akkora deficitek vannak, valakinek 15%, 130, valakinek 33 és 3%. Egy nő lopta el Michael truckját? Ilyen kis izé? Ellopta ez a kis ajszi Michael-től a kocsit? Hát kemény. Szürreális egy kicsit.
De pont ezért reális. Nem gondolná rá. Ez hova kell mennem amúgy? Vissza neki. Ja, ja, amúgy hülye vagyok, tök más jelzés van, mappanom, hogy el van vállal vagy munka. Vadászat van elvállalva, nem? Izé volt elvállalva. Ezt most már visszaadjuk odáig. Úgyis ráérünk igazából. A PL az megint fölfelé megy, úgyhogy több mint sok időnk van igazából. Neked meg a kocsikat lehet lecserélem valami izére, keményebbre. Csak tesz miatt volt ilyen. Most az új kocsik futnak a magyarul pixelesek Xeron? Tesztem. Szerintem nem. Álljátok egy pillanat, Gerekcsen. Nem tudom, hogy és el tudjuk indítani, vagy ez nem lenne túl jó ötlet amúgy. Samuka hamarosan, aha. Mit szeretnél indítani? Relogolnod kell hozzá. És járni? A NoPixeles kocsik. Relogolnom kell csak? Hát kifosztani, ez biztos. Indítod a Spark Lecrash-et. Hogy indítom el? Várjál, megnézem. Uha. Azt hiszem, no, MP kötője a vehicle, vagy valami ilyesmi. NP vehicle? Nem, mert a csomó scriptbe van rakva, hogy újra kívül. Most elviszem ezt odáig, most már nem akarok kifagyni. Jó, sok minden van. Igen, a külön mappákban van. Hát de ha ezt végig kattingatom, akkor jó lesz neki, nem? Várjál, viszont azt nem tudom, hogy el lehet indítani így is. Nem a prodon. Most nehogy kikressek, most már befogom minimál különnek ezt kamiont. Vagy hogy van facecam, mert nem RP van, mert 15%-os PLL, meg 100-as pinggel nem tudok játszani sajnos. Hát Discordon beszélgetünk alapból, szóval. De lehet utolsó két órában meg a gameshezés lesz, nem tudom, hogy abban van egy két órányi content ez a baj, de hát majd megoldjuk. Jobb, mint a kamionadás, szóval. Azt nem nem volt kam. Mit csinált? Lord. Á, nem, nem. Hát ezt nehet nem szeretném amúgy. Lehet, hogy lebondolják a GTA-ba... Magyarország csatornáját, de... De hogy vannak, szoktak itt lolozni, csak lehet nem beszélni csúnya, mint ti. Én mindig mostanában olyan visszafogató, hogy lol közben, mert nem játszok. Hogy nem szakad rád a plafon? Mert nem igaz, hogy nem játszok most, hát tegnap is mentem egy gémet, lehozott az életről is. Ma is mentem egy aramot. Mondjuk az jó volt. Ja, aztán írtuk ketten neked, hogy flex, aztán inkább aztán elmentem chase-ni. Elmentem, azon, hogy már elég érkeztem, írtam is easy-nek, hogy elég érkeztem 5v5-re, vagy chase-re. És aztán megmentem Carmenkkal chase-ni. Jajjuk. Nem, hogy jöttetek volna. Tegnap is, ma is olyan nyitogatások voltak amúgy. Tegyünk hitetet most az alkát. Meg helkészen nyertem a $30-ba 140-et. Ma is volt valami, egy ilyen free láda volt vágod, és 1% esély volt, ami $30-es AVP-re, és kipörgettem. Nem is értettem. És ez alkán milyen idő lett? Hát a 130 euró hülye. Ja, FT azt hiszem. Az a baj nem szép annyira az alkán egyingén, vagy nem is az nem szép, de... Hát nem tudom, túl sötét nekem, érted, azt nem... Lehet el kéne adni, amúgy is szép alkáim vannak. Kilométer óra halva, az most bugos. Hát most ugye annyira, hogy ugye a HUD update nem lesz, még ki fogja kapcsolni és kiveszik örökre igazából. Hiszen most nincs benne, ez lesz a kövi update. Elindik, nem, nem tud elindítani, mert csak én látom. A Gamesen 36-os, mint 2100-os PL, úgyhogy neked Galaxin szar Quadero. El kéne adni és nyitni, á, nem. No, no, no. Így is már majdnem mínuszas láttam, hogyha nem nyitunk ki ezt az alkát, szóval. Énnek örülök, hogy legalább nem lett akkora hatalmas, mint azt a Michael. Mondjuk a Michael pedet lehet lekéne csinálni Pinksy amúgy. Szerintem annyi, hogy ez kicsit fura, hogy neki viszed el, nem? Hogy ne lenne doktorra, ezért vagyunk tesztelni, ezt kamionozgatok. Hát igazából... Kamion. Le lehet cserélni. Ilyen random pedek jó. Kocsikat is, meg azt is. Még az a nagy általában, hogy kamionosabbat. Amúgy azt még mai napig nyomják páran, de hogy azt de még valahogy fel lehetne az... dobni. Nem is azt a pedet kéne lehívni, azt szerintem az volt itt a gond, hogy nem fogadtad el. Ja, én ja. Hatalmas ötlet jutott az eszembe. Na. De nem fogom streambe elmondani. Ja, jó. Írd le, Ricci. De amúgy ja, lehetne valami olyan, hogyha kifullozod a kamionos jobot, akkor kapnál illegális és kamion jobokat, és szállíthatnál ilyen
hatalmas anyagokat, meg ilyenek is, az illegálok kapnának róla értesítést, és le tudnának vadászni. Az mennyire kemény lenne. Jó, csak még szegény kis egy embernek, aki viszi illegálisan a kamiont, az rámegy egy egész illegális. Hát megcsinálják, hogy bevédik, vagy valami. Hát de azt a már csapatostól kéne tolni, érted? Ja. Jöjjött, hogy fel tudsz védeni embereket, hogy kapnak a lootból. Elindítjuk az MPK-t akkor, vagy ne? Ja, mindjárt megnézem, hogy mi a mappa neve. Nem tudom, hogy ezt így el lehet indítani. Mindjárt kipróbálj. Ráérek igazából. Jó kis, ma jól elterjesztem, hogy mennyit fogok RP-zni, végre Magnum visszatér, stb. Aha, na majd holnap akkor. Én ezt éltem át két hétig, úgyhogy... Nem, így nem lehet elindítani. Újra kéne indítani a szervert. Vagy Fori végig nyomogatja, ha szeretné. Én végig nyomkodom a ujjam. Mindent, segítek, ami a mappában. Jobb, olyan kapcsos izét nem lehet elindítani? Nem. Most próbáltam. Akkor viszont most én nyomkodom, ki fogsz fagyni, Suri. Nem baj. Nyomjuk. Még ennyi erővel, akkor már egyszerűbb és szeróresi, ha úgyis kifagy. Igen. Amúgy tényleg úgy sincs benne a rúd, most nem basz megértetem. Mindegy, már olyan akkor is úgy szoktam, amikor fenn van, aztán idok neki, hogy bocsánat. Nem, majd most a hétvégén. Mondjuk hát a hétvégén jót fogunk RP-zni, ugye. Annyit akarok, hogy vasárnap ne legyek annyira... Úristen, most indítgatod el őket, mi? Aha. Annyit akarok, hogy vasárnap ne legyek annyira keményen másnapos, hogy ne tudjak streamelni, mert... Hogy túl kéne. Nem másnapos benni, nem? Hát mondjuk azért Pinksy szülinapjadan azért tudnék mesélni. Ott olyan rosszul voltam, hogy igaz, én... Most fut minden. Olyan rosszul nem éreztem még magam amúgy. Szerintem még életemben amúgy, mondjuk ilyen alkoholtól. Mint hogy amúgy betegen lehet voltam rosszabbul életed lázasként, de hogy úgyhogy csak ittam, és attól voltam szarul, szóval ez a messze legrosszabb volt. Ami az új dokumentumos videót megmutathatnád, az kurva. Ikejem ki. Jaj, nem oda megyek. Mondjuk ez rajtad áll. Csak mutathatom, most ez nem annyira hatalmas dolog amúgy. Az nem is van. Stabil. Rossz, aki rosszra gondol. Jó, meg lékeltem. Lékeltem amúgy. Open link, aha. Megmutatom az új dokumentumokat akkor. Igazából csak azért... Nem, ez a kövid dolog. Csak megmutatom, mert úgy voltam el, hogy csináljuk újra, mert csúnya volt nekem ez a menő, nem tetszett jobb alul, és most minden csúnya dolgot le akartunk cserélni, és már nem sok van, és ez volt az utolsó nagyjából az animenőn kívül. Csak kész, hogy kifolyam az orrom. És abban lett egy ilyen egyébként, Damon csinálta. Hát, hogy figyelj, ugye, van a kis dokument, egy kis papírod, aztán megbírod írni egy kicsit, a menü átalakult az újabb fajta dizájnra, megbírod írni, már ugye van többféle lehetőség, szóval nem csak izéket tudsz írni, már még most ezekben pont nincsenek benne. Tudsz majd új dolgokat is írni, ahogy látod, be lehet írni ide a dolgokat, stb. Tudod bezárni, tudod szerkeszni, tudsz aláírást hozzáadni, az aláírást bebírod írni, ugye mutatja Damon a videóba. Az aláírás, ezt bebírod írni egyébként, és például írás dokumentumhoz is hozzá tudsz adni aláírás, és akkor hozzáadja alulra, sőt kettőt is hozzá tudsz, és be tudod írni a nevedet, és akár még be is tudod rajzolni az aláírást, amit el tudsz menteni későbbre. Szóval, hogyha valaki alá akar írni, és egy ilyen saját custom aláírást akar, tudjátok, tehát nem csak az, hogy van írva a neve, hanem ami actually aláírást, akkor be tudja írni, és akkor el tudja menteni, és ezt fel tudja használni majd a jövőben, és akkor mindig ezt tudja aláírni, szóval ez elég menő, amúgy menő kis cucc. Aztán tudsz elmenteni több aláírás is igazából. És nagyjából ennyi több alá is hozzáadni, meg lesz majd még egy-két egyéb papír, amik hiányoztak még ugye. Azt nem is tudom, mik voltak, amiket még doktor nekik felírtak, de amúgy ennyibe változik csak egyébként. FG-szim. Szóval maga, meg amúgy gondolkodunk képet is lehessen hozzáadni, de most egy vallomáshoz amúgy kicsit fura, hogy érted valaki csatol egy képet, miközben írja, szóval meg az elletvete. Na, fent valamink közben. Mi a fancsi? Mi a helyzet?
Vagy ezt mutattad, hogy itt karaktert váltasz a váltóba, akkor hogy mozog a kamera, meg minden? Ja, mutattam még a legelején. Ja. Logó? Ja, bocsi. Rossz logó. A másik 10-es a PLM. Még. Az felmegy. A végén még lefog... Ja, látom. Most miért esek a földre le folyamat? Nem betegeskedek. Én most még kicsit beteg voltam, hogy hát szombat, vasárnap, péntek, amúgy mi? Szombat, vasárnap, hétfő szar volt. Ma már egész jó voltam úgy. Kicsit taknyos vagyok, kicsit kölgök, de amúgy már sima. Még annyira sose voltam rosszul, szóval nekem lázas, nagyon, nagyon rossz lenni amúgy. Bár az a legrosszabb, amikor annyira kölgsz, hogy nem bírsz aludni, az annál még végképp rossz. Tizenegyes PLL, élesen mi a helyzet? Jobb már a helyzet? Valóban jobb bajon? 16, 118. Ó, geci. Hát akkor lehet emlünk meg a gameshezni. Jöttek chat? Ezt indítottam el akkor csikar. Ja, basz meg azért jöttem fel, geci, elfelejtettem. Basz meg! Tényleg. Valami gondolkodtam, és miért most nem azért bejöjjek ambusba? És van valami lista? Hát igazából a GTA-sok. Ja. A választás? Még nem sok. De RPG-zni most nehéz lenne így. Ez, hogy a fájmem 5 év mire elindul amúgy. Holnap lesz RPG? Lesz? Aha, hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Azt majd nem felmentem a Fluxo roleplay-re. VTF? Mi történik? Nem tudom, hogy most a modpakom miatt van így belassulva a fájmem, vagy csak ennyire fos amúgy, de nagyon rossz. Hát egy évig töltök a menübe be. Most kicsit kevés RPG-ot most nevel, hogyha holnap meglátjuk, lehet, hogy holnap is a mi esti kis így lesz, nyomnék, hogy megint valami ilyen coop survivor, egy horror játékos, én nyomnék a többiekkel. Nagyon éltem azt a Forestet is, csak valami olyasmit, ami amúgy mindenki él. Springs ilyen fel ki belőle. Én az Escape the Backroom-os tudtad olyan szívesen végig tolnám. Azt is végignyomadjuk a holnap amúgy. Az új pálya az kurva jó, csak azt már nem toltuk. De, hát, de majd az is amúgy holnap. Kurva jó van. Hát én a hajós részén már nagyon untam amúgy magam. Az a hajós az egy raklapszar volt. A hajós az tényleg raklapszar, de utána én ott admin megbeszélés között nem értettem, csak mentünk és... A cirkuszos az keci jó volt. Fú, mentünk és csak tekergettük az izéket és bujkáltunk, vagy mentünk át a vizen és ennyi. Fú, nagyon rossz volt. De amúgy szállom holnap egy Escape the Backroom, meg kéne ilyen coop játékot keresni, aztán négyen nyomjuk őket, vagy valami. Ilyen S10-ink, ez nagyon adom azokat. Nem tudom, hogy milyen ilyen jó coop survivorok vannak, vagy coop ilyen story game-ek, chatti, tudtak valamilyet? Na most ez a Stranded Deep se rossz egyébként. Annak is jött ki elvég multia. Milyen kópra gondolsz, ilyen Survivor-ra, vagy inkább ilyen Paddle? Hát ilyen ja, Survivor is akár. Vagy amúgy egy sztori játék is jó. Hát nem tudom, hogy az új gép, az biztos, hogy ez gép upgrade. Nem tudom, hogy most lesz a végül streamer gép is belőle. Egyes PLM van tesztel, hülye. Élesen, na mi volt meg? Hát az fasza. Lehet, hogy ez szeróra sikkéne. Amúgy? Most hova lőjük le, hogy 2 óra múlva úgyis leáll a szerver. Ez a takkós autó az új amúgy ebben, nem? Aha, ez nagyon kemény, mert néz ki mindig amúgy. Nincs hang rajta. Ki lehet nyitni aztán az oldalát. Vagy az pont a csomé? Például hívd le az Infernuszt, tudom, hogy... Á, és az önkébb, hogy bele lehet sétálni, meg minden. Vagy nem? Ja, esküszöm úgy rémület, hogy be lehetne menni. A Blackout Clubot te vágod, Suri? Blackout Club nem nagyon. Aha. Játék? Azért 4 fős kóp, jó. Az jónak tűnik amúgy. Nem lehetett bemenni régen? Vagy be kell szállni és úgy, vagy... Én is úgy emlékszem, mintha bele lehetne menni. Van Armed Robbert is, mert nem. Nem lehet már vele menni amúgy. Az Infernus az biztos, meg a Feltzer is, ha jól emlékszem. Igen, ez a 2. Feltzer 2, aha. Meg a rendőrautók. Ez is sokkal másabb, ja. Ennem a sikben Feltzer.
Még ez azt még elég OP. Most miért rekedtem be amúgy, nem is értem. Animál beülteted magad, amúgy ez nem is olyan rossz ötlet? Várjál csak. Takó. Csomi. Meg ajtó 3-4. Ami teperó, az most nincs. Teszten. Hát, aha, azt néz, hopp. Most benn vagyok, csak kiteleportálom, hogy Ready Ornátot kéne tolni. Ezt nyomtuk már párszor, amúgy nálam. 3-4-szer biztos volt Ready Ornát. Szerintem. De az új update-et is? Nem, azt még nem. Még a Forestbe is, nem tudok összeesni közben amúgy. Infernus, meg ez így csúnya szerintem, ja. Sajnos ez szép ez a kocsi szerintem. Csak gyors. Hát van a Corvette, aminek nem tudom most hirtelen leújulját. Kokett, jaj, kokett. Annak is új modellje van, annak szerintem kurva jól néz ki. Amúgy ilyen utcán megyek, akkor is már látom egyébként Gauntlet is változott. Hogy látjátok csomó autón is például. Ez is más amúgy, ez biztos, hogy itt más, ilyen biztos nincs a Love GTA-ba. Akkor van ugye Tesla. Ez is új, nem ami BMW koppintás. Amiket távolról ilyen furán tört be azok a... Ez is új. ...esetnek tölti le a modellt, ugye? Meg a... ha látom, nem is tölti be, ja. Az olyan keményen néz ki az a kocsi, ami ott parkol. Ja, ez itt, jön, ez tényleg kemény. Nem tudom, ez mi hirtelen. Übermax Sentinel-es, aha. Tesla? Geri Mestevel van Tesla, élesen is abúgy. Ja, azt nem is játssz a Geri Mestevel, sőt, még kamionos jobb, mindent megcsináltunk, hogy... Miattad raktunk be. Amúgy mindent megcsináltunk, hogy játssz, azóta se játszol. Sultan 2 az a... Ezért gondolom, azt nem szólt, ja, Sultan 2-re nem. Raiden az elektromos? Ja, az lett a Tesla? Aha. De kemény. 1-1 amúgy. Amúgy ez még szebb is, mint az izé. Ja, amiben van kb. Addonos. Kanyarodás nem az erősség, de... Miért is meg, csak nem látom ugye mennyit, de... A rendőrségi ebből is van ott fenn pár új, amúgy. Ja, baj. Nagyon sok van. Látom, hogy a PL4, de Fori azt mondta, hogy élesen szar a PL, szóval baszhatjuk. Ja. Tesszerom vagyok. No Pixel Tesla. Még itt is van ez ilyen. Amúgy az nem egy rendes Tesla ott bent? De, az az volt. Nem jó volt a példa, tudjuk, látjuk a reportokat, hogy sok embernek jó volt, sok embernek meg szar volt, szóval... Amíg teszünk egy próbát. Próbát, megnézhetjük, hogy neked ja, jó. Megnézzük még egy próbát majd. Ez is át lett, ez meg ilyen izélet, milyenek a neve? Ez meg amit... nem, milyenek a neve? Ilyen is van benne importok közül, de nem jut eszembe. Subaru, nem? Valami Subaru? Ja, Subaru, az a Subaru. Hová? Régebbi VR-ig feszem. Elnézek amúgy a élesre hát, hogy jól lehet, de nem, gyanítom, hogy nem. Főleg, hogy 5 perc mire indul a 5M, úgyhogy megelem magam amúgy mire. Oh. Ja, jó, nem komolyan, de igen. Hand Simulator Horror, közben nézve, mint a játékot, amiket javasoltatok. A portál a Blackout Club az kurva jónak tűnik amúgy, ez hasonlónak tűnik, mint az Inside the Backrooms, ilyen kóp, ilyen csapatos tudsz. Blackout Club? Ez tényleg hasonló, hogy tűnik amúgy. Amúgy tényleg hasonló, hogy tűnik. Okay, here's the plan. Jenny, you'll need to lure the sleepers away from the house. Use a noisemaker or something. Then lay down some foam to hide the sound of your footsteps while you escape. Aha, mondjuk ez tényleg jónak tűnik. Hát izge, nagyon nagy a PL. Most ezt nézzük, hogy a
Holnap lehet nyomnék este megint egy esti streamet, amúgy aztán egy Blackout Clubot nyomni, vagy valami. Valamilyen izé, Hero Wars, ez jó volt. Szeretjük. Nem valamilyen izé. 4-es kop. Öt év minden ide a fájban, még gyorsan. Legyen jó a PL. Léci. Amúgy most egy 5-össel lejjebb ment meg most a ping is 86. Most elindult lefele a PL nekem. 9. Hát 5 év mire betöltem. A 9 az már kurva jó, amúgy. 9 az tényleg jó. Kurva jó, de hát majd játszható. 20-30-a kevesebben vannak fenn, szóval lehet közre játszik, hogy feléptek egy csomóan, nem? Hát benne van. A Five-en, ma többet voltam a Five-en indító képernyő, mint bárhol máshol amúgy. Szörnyű. És csak fekete kép, és ennyi is tölt. Hát szerintem Mocha, ha nagy részét majd szem tuti. Nyilván valamelyik ilyen OP vagy nagyon kemény néz ki, aztán berakjuk ilyen Lord Friendly importnak, de 99%-et szem biztos, hogy meg lehet menni IC. Na, most ugrik a majom a vízbe. Na mi lenne, csak nem LOL TS Blue, amúgy nem fogunk lolozni, biztos nem. Ez jó szemem, detailedni fog. Hát szerintem lehet újra kemény csinálni ruhákat, aha. Eci. Kijöttem egy reportra, Cooperről, azt itt állt egy egész csapat. Nem jó van. Már a töltőgépernyőn 107-es a pingem. Let's go! Hát esik, én még nem dönöm. Ahogy feljöttél, felugrott a PLM 12-re, 9-ről. Lehet én hozom fel amúgy a... Lehet mind a te hibád. Amúgy lehet, minden az én hibám amúgy. Ellen, hogy nem gondoltunk? Pannolj ki, basszál ki! Jó. Nem tudom lemenni magam, amúgy 110-es a töltőképen pingje, az kemény. Ez még lemehet. Nézzük a jó oldalát. Hát easy, meg a gameshezni fogunk amúgy, hogyha posz lesz. Hát figyelj, 100-as ping, 8-as PL. Az jó amúgy. Még 8-as. Ezt a voice-t. Aha. Kérlek szépen, ha betölt a Five-en, ugye? 469-es vagyok. Biztos? Aha. Hello. Hello. Beszélj sokat? Va, beszélek. Hát nem túlsz mód, nem túlsz mód annyira. De én jó? Hallasz rendesen? Hát, zörejes. Igen, a tiéd is. De amúgy hallom a mondani valód. Hát, amúgy ezen már talán el lehet lenni. Hát, csak annyi van benne, hogy néha így, hát, és így hallani, hogy elmész így a fele, de amúgy... Az fasza. Egy üldözés mennyire laggolhat így? Kapj el. Volt egy kis delay a lehívásba. Erre. Nem most fogjuk elkezdeni ezt a PD-s karit, az biztos chat. Tudjuk, hogy van valami amúgy. Hugu. Keci, erre mennyi esély van? Hát ez fasza. Ezt most magyarázza meg, Magnum. Bocsánat. Bocsánat. Menjön oda, magyarázza meg. És most elkezd üldözni másik PD-s. Hát Keci, amúgy. Két autó üldöz már. Hát ez nem hiszem, üldöz egy másik autó is vágod, aztán nem is IC vagyok itt. De suáj meg, mert üldöznek már supporton, Keci. Tudom, látom, megállok. Fedel csak be, én nem viszek balhét. Oh, bocsi. Nem. Ja, oké. Tesztelik a laggot. Szegények.
Én így megyünk mostantól. Lehet, hogy pédés kocsiba megyek. Hát, geci. Az igen. Súlyos nonozások. Jön mindjárt az izé. Már 16-os a PLM, azt nézd. Nekem már 16-os a PLM úgy közbe. Neked? Nekem 9 szavú most. 17. Kurva internet amúgy, kurva telekom. Most ilyen 8-9 van. 16. Mondjuk így a falakba belemész, meg iszre visszarakasz. Ja igen, nem, téged is visszadobál néha, hogy néztem. Baszd meg! Elbasztad? Én a pingem és a pérem is fos. Szóval... Szonnak is szar. Szonnak milyen? Yeti. Szon kb. Ugyanolyat írt, mint nekem, hogy ilyen 16-os pérje volt, meg 130-os pingje. Ez is FPS bevezetés. Úristen, de rossz, azt a... Uha! Uha! Mondjuk ebben a kocsiba kemény. De kicsit izé. Szét lennék. Ez miért ilyen? Vagy nem lehet a izé miatt, a textura miatt amúgy. Ez elég. És látom mi történik amúgy. Kiváltottam meg FPS-ből. Belementél abba a kocsiba, vagy nem? Nem, nem. Nem? De én is hallottam, hogy töröd, de nem mentem bele. Ja. Érdekes. Nálam a tűzcsapat is kivitted most. Uha! Nálam most ebben... Nálam most megelőztél amúgy, átugrattál fölöttem és visszajöttél mellém. Jó, mondjuk ez elég érdekes, igen. Pedig most 7-es a PLM, 7-es. Az kurva jó pedig. Nekem 14-es, meg 9-es ping, hogy lehet nálam lesz a gond. Szétesik a kép a Twitch minőségét a... maszk miatt. Ja, tényleg lehet az űrhajós maszk miatt ilyen izél FPS mód tényleg igazadban. A streameddel amúgy az égvilágon semmi gond nincs, azt nézem. Azt a keci! Ha láttad volna ezt az ugratást nálam. Hát én meg akarok ugratni, egyet látta egy videóba. Én majd gyors egy fixet ugye menekülés közben. Egység fel lehet ugratni odáig nálunk amúgy, bár ezzel a kocsi nem hiszem, hogy nem leszek elég gyors szerintem, hogy... Én alig hát élek utol. Nitro nélkül nem hiszem, hogy kivitelezhető. Oda fel akarnék az autópályára, csak nem elég nagy. Uha, azt aratt. Nála is keményen néz ki, hogy így pörgök, nem? Amint, hogy... Hát ez olyan... És így próbáld megért, csak most nem tudom, hogy a voice-om nem lehet szarom, hogy így most már PLM is följebb ment. Nekem ilyen gyorsan mondja a kocsi. Még az a kocsi lassú inkább egy kicsit, de...
Rendes, egy kocsi, tudod is sikerülni. Hát nitrózza meg egy nagyon gyorsan lehet amúgy, de... Nézzük meg a vajszomat, hogy milyen, mert hát lehet, meg rá kell próbálni amúgy. Álljon meg azonnal, álljon meg. Halló, halló. Halló, halló, beszélgetek, beszélgetek, beszélgetek. Ja, aha, ja, aha, aha, engem is érteni tisztán. Aha, amúgy most jó. Aha, ne, ennyi, most egy, fogjuk rá, fogjuk rá. Ne, nálam most 7-es a PL amúgy. 14-es meg mindig. Oh shit. Rápróbálok szerintem, rápróbálok szerintem. Rendben. Az igen. Vedd fel csak RP-sz, hallgass meg a telefonon a voice. Hát vissza kell menni oda, ahol IC voltam, sajnálom. Ábrbl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 
Igen? Hozták a oroszok a cuccot, volt egy ilyen... Milyen cuccot? Szerződés ez. Ja, mi a 8000-et meg a kólát, vagy mit? Várj, mindjárt mondom, 5000 és 10 kóla. Ja, jó, hát tedd be, ha... Hát a tárolóban, nem? Az a pénz? Hát ezt adod a nyominak szerintem. Aha, odaadom, persze. Hát vagy nekem. Ha. Jó. Én megyek oda. Oké, jó van, Seba. Jó van, csak lejövök DC-ről. Addig DC-ről lejövök, hi! Leveszem a kamot, elpézünk egy picit, megpróbálom. Ha szar lesz, ez van. Másfél órát nyomjuk be amúgy. Nagyjából remélem az ennyit kibír. Hát csak kibír, nem? Azon, hogy le is léptek sokan, mert mindenki szar volt a PL. 80-an vagyunk fenn, de hát el leszünk szerintem úgyis amúgy. Ja, lehet, hogy kikérni. Már amúgy nem az izétól van, vágod, nem a masztól van. Te mint a szét lenne a karakterem amúgy, nézd csak az FPS vezetést. Te szét lenne állva amúgy, tényleg, nézd meg. Valami itt nem oké szerintem. Várj, mindenki hajna 3-4 órát, az meg a másik. Itt a PL. Pack it loss igazából. Mennyi csomag veszik el az internetettől a szerverig gyakorlatilag. Ennyit jelent. Hol lehetünk? Minden igazából tök mindig hol voltunk készé. Valahol. Pont rabolnak egy bankot. De fasza. Mostában képzeljétek PostFX. Mostában képzeljétek el, hogy tök időbe alt. Tegnap fél egykor aludtam. Megjátok fél egykor. Felkeltem időbe. Kicsodák a fejlesztőink? Hát Arun, Ikoli, Csucsi, Son, Pinksy és Damon. Igazából 6 darab levünk van. Nyilván van, aki teljes időben nyomja, nem is, hát teljes időben senki nem nyomja, az a dolog, de van, aki ilyen többet nyomja, van, aki kevesebbet, van, aki nagyon keveset tudja így az ideje alapján. Ebbe van osztva nagyjából, hogy ki mit csinál. Este 10-kor, éjfélig streamek, szóval 10-kor, de nehéz lenne lefeküdni. Meg most már ambusba ki tudjuk majd vitelezni, hogy akár ilyen teljesen custom itemek legyenek. Például most jön majd, Valentin nap az már volt, nem? Akkor mondjuk jön, milyen most? Március 15? Szevasztok! Minden jó veletek, mi a helyzet, hogy vagytok? Jó, nem érjük, hogy veletek, itt álltok a szágot, jó? Nem. Ezt hittetek a kórádba, ezt ki mi van? Elteszteltük, hogy jó minden, nincs, hogy nem lesz bőtt tőle. És jó az anyag, nagyon jó, finom. Figyelj ide, Darogi, te tibeti bukfenszkala, most agyon foglak verni. Nem már, ahó, jó, Isten. Csak úgy felszívod a kokainit, ha? Te kis köcsök, krumplifogú. Mocskos szemét, miért lopod? Te is szívtál belőle. Amit láttátok amúgy?
Valahol. Körülbelül 10 percre ment el aludni. Ó, bassza. Ide fagyta, mehiszitek? Faszom, hogy semmi sem működik! Van olyan mém, tényleg... Most meg elindítottam a Fiverr-t, és már az indítás gombnál kikresett. Ez amúgy mi?! Fiverr ma egy fos. Nem dob le belolba? Jaj, egyáltalán a LOL szerek is dögök már ezek szerint, akkor... Holnap szerintem, hogy lehet izé, tele lesz a szeru az update-tel, amelyen a nagyarok, lehet amúgy tele leszünk. Mindenki lolozik itt a chaten. Fiverr, indulj már rá, kérlek, könyörgöm! Kivegy borulgam a teljesen csat. Borulgunk fel update-t a helyes? Most durvább zenét fogunk hallgatni. Tudja, mit fogunk hallgatni? Ezt. Hatalmas zene. Alig hallgatunk technót amúgy mostában. Még mostában annyi fajta zenét hallgatom, most HTM hallgatta ezt a Metro Boomint amúgy azóta ilyen rappeket szoktam hallgatni, pedig azért sose hallgattam rappet, hogy soha. Soha. Mostában egyfajtában rappeket szoktam amúgy. Remélem ez a szám, amire gondolok amúgy. Az öreg Tuzmán, majdnem baj. Tuzmán, ez Tazmán Dukár, azért itt van. Elég masszívan néz. Ú, anyám. Öreg Freddy Black is él még. De jó volt, tök az hello, volt. Hello, sebastok újra. Egy hamburger, két hamburger, mondtuk, hogy nagyon jó cucc. Összedől a kanapé. Nem is toltam föl belőle, vágod. Mi se? Gondolom, na menjünk lopni, szóval. Valamit csináljunk. Jó, jó, menjünk. Van VPN-ed? Ne, át, sebas. Átad, hogy nincs. Cső. Arra gondoltam, hogy most itt állok szembe veled, és gondolkozok, hogy... Ha, inge? Kis pénzed van. Neked? Itt mire? A anyukámnak. Neki szívesen adok. És... orvos segítség, ja. Mert sokba kerül. Ezzel intézzük, ne aggódj. Jó, akkor csak egy százas. Lesz egy ízét, nem úgy. Dark Webet. 380. Boltrablás. Uha. Mi a számla számod? Készfényre szeretném kérni. Jó. Oszta, köszönöm, köszönöm. Kis bankam, ugye nagyon sor az a baj. De, feltalálom magam. Akadémia is van amúgy azért, nem? Hanem azért nagyon sor. Nem, őszintén fogalmam sincs amúgy. Két darab hamburgert. Vissza tudom, nem szokták egy hamburgert. Ez a kis törpe. Anyám, barogos, átlátsz a port fölött. Kicsoda, kicsoda. Kvázi mordó. Kihez beszélsz? Hát egy kis törpe, törpe, törpe ez itt. Én nem látok senkit. Úrban, kit tiszteletek az úrban? Tisztelt a Ricky, mert Ricky Magnum a nevem, üdvözlöm. Ja, maga, ja, nem láttam, bocki. Ricky Magnum, hallottam? Igen, igen. Azt mondják, hogy jön a város rákfenéje, pontosan. De mit mondta? Hey, wow, az én éttermemben azt mondja nekem, hogy én vagyok a rákfene. Nem tudom megtehetni, hogy nem támaszkodik. Bocsánat. Jól van, Frodo, mit adhatok? Tessék? Mr. Kenshin. Mit adhatok, uram? Azt kérdeztem, hogy mit adhatok, uram? Jeneve, kérdezhetem, bocsánat.
Mr. Kensington, alpolgármester. Ja, Kes... maga Paddington. Alpolgármester, atyavilág. Azt a... Kensington? Kes, mint KP? Ken, Ken, Sin, Kton. Kensington, aha, aha. Pontosan. Egy menüt szeretnék sült krumplival, és szeretnék fogyiba váltogatni egy kis krumplit. Hány éves van keresztül? Mit hallott rólam egyébként Mr. Kensington? Hát is, hát miért is tudom, az első név vagyon ide utaztam, az első név magáé volt, és azt mondták, hogy bűnöző, a rákfene, és érinteti Mr. Paddington. Már is. A parancsolat miért is tisztelt úr? Parancsolat, itt a tártán a felé. Köszönöm szépen. Ah. Szépen az alkalmat, polgármester úrra, na. Mégiscsak itt vásárol a Hambosban, és nem ilyen holmi Hornisban, vagy Büfoszban. Nem tudom, hallott-e, uram, hogy a Büfoszban azt szokták csinálni egyébként, hogy hát, hogyha elütnek egy embert, akkor hát nem a kórház, hanem a hullaházba viszik, hanem a hullaházba kiviszik, és bedarálják a húsát, azt adják a Büfoszba csirke helyett. És miért érzem úgy, ez most ez rágalmazás, becsületsértés? Nem mondtad azt, amit akarok, vagy mi a probléma? Pontosan, csak az a baj, mint cégvezető, nem mondtad azt, amit akar, érti? Én nem vagyok semmilyen cégvezető. Én csak egy kijelölt... Hát egy kijelölt igazából, kijelölt üzletvezető vagyok igazából ezen a helyen. Nem látják is zakó, ilyen egy gyűrű, hát én itt csak intézem a dolgokat. Érdekes, Ricky magam. Én szerintem fogom még találkozni, nem is egyszer, nem is kétszer, de nem is háromszor. Jó, remélem majd észreveszem. Én is. Viszont látosra, milyen tisztelt uraim. Viszlát, viszlát. Gyönyörű. Köszönöm szépen, megoldom. Viszont látásra. Viszlát. Mi volt rajta a papapucs? Kövessük már ezt a tagot, hogy hova megy. Jó, fokas. Nem feltűnően. Bari nincs fenn, mi? Gyere! Üdvözlöm, Mr. Cooper, üdvözlöm! Ja, sajnálom. Bassza meg, Vishal! Elhajt, nagyon gyorsan, itt lemaradunk. Nem hiszem, hogy veszünk 500 000 hajót. Minek az nekünk, érted? Megtehetnénk amúgy. Szerintem észrevette a tippenem kéne. Dehogy is. Csak piros a lámpa. És tényleg megállt a pirosnál az a hülye. Erre nem. Árvat azért nem tudnánk venni, amúgy nincs annyink. De meg szoktam már ezt az új telót tesztenem, hogy... Azon gondolkoztam, hogy egy új munkába kezdtek közben. Miközze? Ülök így emberek mellé, és mondom, hogy 200 méter forva fordulni jókra. Ez tényleg a pirosnál állam, hogy... Milyen, hogyha lopnánk egy nyilván, hogy ilyen vár. Beleolvatnánk mindenkibe. Az jó ötlet. Aha. Kicsit gyanúsak vagyunk ezzel, nem? Igen. Valahogy szemmel kéne tartani, mert el fog valahova tűnni. Sehol nincs ilyen kibaszott autó. Ha most elindult valamelyre, ha? Árvenne, baszki, meg összeértem azt azóta, nem is voltam itt. Tehát elmentem érted Kubába, majd látogattam a családot. Na, üszi. Nem, ilyen teljesen ki van mi. Még gondolom, ki van kicsit bukva mi. Azt mondta, hogy nem baszott meg, és ez neki rossz. Hát egyszer találkoztunk, miatt összeértünk. Hogy basztam volna meg? Mert akkor nem köszöntél neki. Jó, hát az mondjuk lehet. Én ajánlkoztam érted, azt mondja, első izé találkozón, ez elég gáz. Na, milyen első találkozón? Faszom, legyen megy autó valahol amúgy, ez egyetlen... Na jó, most már fel vagyok, bőszülve. Parkolóház. Bent. Hát de azok izék, nem? Van nád izé lockpick, törj fel egyet gyors. Van. Jó. Jól vagy, darogi baszki. Jól vagy. Ez segíteni fog, jaj, bocs. Most én takarlak, én takarlak, gyorsan takarlak. Ó.
Baszki. Ez nagyon komplet. Mondanám. Hogy mondják? Mindegy, nagyon durva. Blex. Az. Nem el fogjuk hagyni így, baszki. Jógy is. Gyerünk. Tapos bele, Darogi, tapos bele. Taposok. Valamelyik pirosnál állhat még mindig szerintem, nem? Így közlekedik amúgy, baszki, akkor? Nem elhagytuk, nem? Baszki. Valamelyik pirosnál lehet a környéken szerintem. Az nekem is velé jól jártam, hogy ez mondjuk igaz? Ez mondjuk kifejezetten igaz, ebben egyetértünk. Ha a polgármester sem szerintem, akkor oda megy a IC-hez. Városházához? Nem mondtam IC szerintem. Nem poszki. Hi ma'am, kösz. Hova menni, hogy tudom, hogy tudom kárpótolni elvent, így menjem, ezt dugja meg a hambus WC-be, azt kéne rakjam meg keményen, segbe egyből. Aha. Ja. Ez biztos tetszeni fog neki? Persze. Hát ez fáj. Hát ez a jó, nem? Azt mondta, úgyse romantikus, azt mondta. Mondjuk akkor az jó. Hova mehet egy alpolgármester, vagy kicsoda egy robogóval? Ez az év kérdése, mint a dogi. Szerintem a gymhez mondjuk, nem lehet, hogy éppen ezért felújítja, vagy valami ilyesmi. Faszom, ott kellett volna maradjak nekem, aztán meg feltör a kocsit, vagy valami ilyesmi. Jó. Meg fogjuk találni, én érzem, tudom. Tényleg? Aha. Majd posztoltam amit Twitterre. Kiposztolta, hogy rabolnak egy bankot. Melyiket? Nem fog, ja, jó, de az már 10 perc volt. Jó. És raktam, hogy vezetés közben telefonozol, hát ha erre reagál, érted? Mert hogy ez illegális. Ho? Nem valaki? Senki. Jó, ez nagyon jó ötlet. Valami az új animokkal? Hát ja, azt várom, hogy ez a jelenlegi menü itt... Nagyon csúnya, amúgy már nincs sok ilyen menü, ami nem tetszik. Még egyelőre a fegyverbalban van egy régi design, amit le akarok cserélni majd új designra. De az is még lesz egy kis idő. Kiszámolom. Jelentkezünk a PD-be gyorsan, második karival. Ha arra megy, akkor én erre megyek. Aha. És közben azt ezt is élném most. Itt jött, akkor erre. Kéne egy... Roma, szótár. Baszki, nem jött ki a számításom. Mi van? A férfiaknál az O a meghatározó, attól függ, hogy kihez szólunk. Mi van? Például Muri Sukár Cinnise Jóri. Mi van? Ugye ezt konkrét nyelv, nekem csak ilyen izék kellenek. Milyen, hogy csak... Jaj... Kiírtam Twitterre, hogy hívjon fel téged. Mondod, hogy... hogy ott hagyta a hambusba a pénztárcáját. Az jó, hogy ment számolj. Hát jó, utána mit akarunk csinálni, mert én csak követni akartam, hogy hova megy érte, nem feltétlen akarom csapdába csalni, meg ilyenek. Hát utána megmondjuk, hogy jaj, nem a magája összekevertük, és akkor elmegy, és akkor tudjuk követni. Jó, de oda tudjani hambus, nem csinál semmi fontosat, szóval meg kicsit fölös, nem? Jó, ja, mondjuk akkor tényleg igen. Janus. Elnézzünk az a bankhoz, amit itt rabolnak, jobbra? Én textet használok, van menne Quantvi és MVE. Az a baj, ettől függ...
Az a baj, attól tartok csak, hogy a... Attól tartok csak, hogy amúgy ez most jól lenne, még nem is, csak azt sem akarom, hogy így ne legyek felkészült, bár őszintén veletek nem tudom, hogy erre fel tudok-e készülni egyébként arra, hogy most itt izé ez a karakterem lesz amúgy. Nekem most Cooper izé, akkor nem tudnak felvenni a PD-re. Azt tudom, milyen hangon kéne. Tövözd! Nem, ez szar, ez a baj. Nem tudom, milyen hangon kéne, hogy kifinomolt ilyen meggondolt, ilyen bölcs, egy bölcs, ám bár, egy bölcs snob, roma, aki rendőr akar lenni. Még elmehetünk. Bölcs is aztán nem tudom, hogy függ össze, de értitek. Rendes hangom van. Amíg azonban ilyen szavakkal jól be lehetne vonni, amúgy csak nem találok jól most itt. Dickhell, Dukal. Ves, Zoral. Kotor. Ennyi kotor. Vékonyítsam szerintem. Áram érekszik Magnum, mert mióta Magnum eszi a Tarvennel, azóta egyszer voltam fel a szerve, és egyszer találkoztam nagyjából. De most vagyok. Van klipról, hogy összéltek? Szerintem tuti van. Magnum lett egy női, azt azóta meg fel se volt a szerol, hogy a fenntartsa a kapcsolatot. Annyi lesz valamikor, hát most még azt sem tudom, hogy egyáltalán megmarad a izé, hát nem tudom, mondom, két, most mondtam, hogy két nem voltam fönn, úgyhogy nem csak mindent tudtam tervezni. Majd kivitesz kb. 5-10 rövid izét, orrangon próbáljam. Üdvözlöm, Cooper! Azért nem tudom, becsíptetni biztosan magam az orrom. Üdvözlöm, Cooper! Üdvözlöm, mint a... Félszemű, Tazman! Ez. Itt félszem, mint az már. Most itt gyakorlok streamben, hogy még rosszabb. Jól egy lélek, dadogi. Hát tényleg nincs. Behújkáltak az emberek. Ja, most is hívtettem, mert Isten ments. Olyan érzés, akkor ilyen kolopsz, koposszus, kolopszus, vagy mi van. Osszakassunk ingyen menőket a hambosba, és oda jönnek iddel. És az jó, megérjük. Erre lakozzunk most egy kicsit, a lakozó lelkek vagyunk, érted? Jó, akkor menjünk persze. Oda. Nagyon sokat adakoztam. Erre az a terve, érted, ingyen menő, egy ember egy ingyen menőt kap, akar még venni, akkor költ is mellé pénzt vágod, vágod. Én egy business mágnás vagyok, érted? Egy agy vagyok a művelet mögött, érted? Az ész. The brain. Aha. És mutatok az ablakon. Ez tényleg nagyon okos, igen, igen. Ugye? Uh-huh. Magamtól találtam ki. Jó. Hát istenem, nem akarok. Hát figyelj, nem, életem nem voltam még Miskolcon, de hát csak nem akarok lemenni a hétre. Aztán milyen sor van már. Tényleg durva, nem? Azt figyeld. Aha, bocsánat, arrébb. Nem férek el, bocsánat. Mi vagyunk fenn amúgy. 71-em. Mindenki PD-s abban 71-ben vagy mizó? Anyám! 2, 4, 6, 8, 10, 12, kb. 20. Hát egy csóró menüt. Baszott jó hely Miskolc, igen. Tényleg. Életem nem adom még Miskolcon amúgy, ahogy említettem. Tényleg soha. Én pedig mondjuk voltam jó pár helyen így Magyarországon, majd járjál. És átnézze itt a fővárosokat. Fővárosokat? Megyeszékhelyeket? Bocs, vármegyeszékhelyeket. De most figyelj, sok helyen voltam amúgy. Pesten voltam nyilván, Fehérváron voltam, Veszprémben voltam, Tatabányán nem tudom, hogy voltam-e. Elmész egy tanárhoz. Tanárhoz, mert mit írtam ki? Hambusba ingyen menünk. Ingyen menünk, 22.50-ig.
Mi van ezzel, Dadogi? Mi a baj ezzel, Dadogi? Mi rejtél? Te vagy a hülye? Nem. De Dadogi, nem tudsz olvasni, hogy egyszerűen artikulálják, Dadogi? Artikuláltam, beszéljek, Dadogi, így, hogy jól értem, amit mondok? Vagy betűzöm le esetleg a s a v a k a t a kat? Vagy micsoda? Ne, ezt úgy kellett volna, hogy a hampusba ingyen menük vannak. Vagy egy csóró menü ingyen van. Jó, hát most nem kell túlbonyolítani, érte, nem kell túlbonyolítani. Amúgy várjátok, hol voltam? Hogy most Szegeden most laktam, ott voltam, Csabán voltam kosarazni. Itt amúgy a keleti részen nem voltam. Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Nyíregyháza nem voltam soha, mert de, hát mégis átmentem rajta, az állatkertbe voltam. Igazából Győrbe voltam, egy pléten, Szombathelyen nem voltam, Zegen még nem voltam, az Alegerszegen. Kaposváron voltam, Pécsen voltam. Fehérváron voltam, Tatabányán amúgy nem emlékszek, hogy voltam egyébként, Szekszárdon sem voltam még soha. Nyilván Kecskeméten voltam, sokat jártam kosarazni, megint csak. Csabára is jártam kosarazni, ott is voltam sokat, Szegeden nyilván ott laktam, amúgy Egerbe voltam szerintem. Salgótarjánban nem. Szolnokon is voltam, ott is jártam kosarazni. Pécsen is persze, Pécsen sokat voltam úgy a többihez képest. Nem csak meccseken mentünk oda, nem olajba kosaraztam. Igen, nagyon jó hely. Zegen szívesen vedik. Zegen olyan messze van világ végén. Sok országban sem voltam, mint belegondolva amúgy. Be kéne járni Európát, csak ezt mehetnének amúgy, ez mekkora ötlet? Mehet az izé, aha, utazás, ezt közben végig jelelezzük az egészet. Körbeutazok egész Európát. Amúgy... Nem, én még itt talpon vagyok. Az biztos, hogy kimozgatnám komfortzónámból. Nem vagyok pulizós rajta. Ha alkoholt sem szoktam inni. Igen, még Európán kívül nem is voltam sehol így belegondolva. Nem voltam még Afrikába, és Amerikába, vagy Dél-Amerikába elmenni. Tchó! Ez kemény lenne. Igen? Aha. Ja, értem. Aha. Jó, gyere, hampusra, csó, egy csóró menő ingyen van. Külföldre költöznénk, hova költöznénk? Amúgy... De ingyen van, gyere ide! Amúgy... Jó kérdés amúgy. Nem voltam Erdélybe sem még. Nem tudom egyébként, szerintem... Hollandia is jó egyébként hívogató, de nem költözni kell amúgy innen jelenleg. Hát jól beváltam, hogy a 22-től is ingyen mennünk, 4 perc múlva lejár, ezt még egy ember nem jöttem, hogy fasza. De hoztam egyet, tessék, itt van. Reolti pártam, hogy olyan ide. Ja, csá! Hello! Te sód! Aha! Ja, rám nagyon nagy vétel. Nagyon megjöttem. Na, figyelj, akkor veszel 10 minút, meg kapsz egyet ingyen. Jó, mit szólsz ahhoz, ha veszek 5 minút, meg kapok egyet. Eba. Amúgy most nagyon dögvész, nem jönünk semmit se. Körbejártuk az egész hely, az összes helyet a városba, a Szeruncset, ezt egy embert nem láttunk, ami nagyon kemény. Konkrétan nem találtunk egy embert sem, hogy hol van mindenki. És egyszerűen végigspekálnék mindenkit, hogy hol van mindenki, hogy tényleg hol van mindenki, nagyon para. Ó, rendőrök. Mondani kell, hogy ingyen menni van a hambusba. Dániában, amúgy a skandináv országokat nincs szeretem. Én szeretem a skandináv országokat, csak nehéz a nyelv amúgy, Dánia, meg Svédországban, csú, nagyon szép lányok vannak, majd Magyarországon is amúgy. Mondjuk a felvételé, de az nincs felvétel amúgy ma. Meg amúgy az egész skandináv országokat, nekem hát egy picit amúgy hiányolnám a jó időt, tudod, a meleget. Hiányolnám a meleget, tudjátok, hogy izé 20 fok van nyáron. Mindenki az update-et várja, hát lehet amúgy. Norvégia is nagyon szép amúgy. Izad is gyönyörű volt amúgy. Shit.
Lehet én ledöglök, addig érte ledöglök úgyis, most nincs semmi tennivaló. Majd holnap tali. Oké, és akkor jó pi. Seba. Hello. Na. Szerintem átmegyünk, azért Altkarira akartam átmenni. Mindegy. Kipróbáljuk magunkat Altkariba. Bocs, itt a orfújásért. Elfejtettem lelimitni magam. Tü-tü-tü. Arizonába, Amerikába kimennék, csak félnek, hogy lelőnek. Se lehet tudni. Franciaország nekem nem tetszett, Párizs nekem kifejezetten nem tetszett amúgy. Ez nem volt szép szerintem. Jelenek a GTA is szenked, de majd ez tényleg kemény lehetne egyébként. Csak hát ez egy költséges utazás. És itt költségesen? Hát az biztos. Miért ennek lehet csak úgy mondtam valamit amúgy. Az Amerikában nem besélve, mint itthon, szóval... Hollandiában még sose voltam, de nagyon elmennék most amúgy. Elképesztően elmennék Hollandiába, úgy nagyon elmennék Hollandiába, úgy. Nem kíváncsi lennék Hollandiára amúgy. Alaszkába elmennék, Kanadába is elképesztően elmennék amúgy. Most amúgy azért, hogy most már annyira rám itt az orhang, hogy már orhangot se kell csinálnom amúgy, mert alapból az van. Nem érzem, Mr. Cooper, te vesz, Mr. Cooper. Így most még jobban, nem tudok jobban azt csinálni amúgy, csak... Te vesz, Mr. Cooper. Azért túlságosan hasonlít, hogy Marcus egy karakter, még orrangja is, ha meg úgyis néz ki egy kicsit. Nem érzem, műtosz már. Te vesz. Kérem, amíg ízni szót állítom a másik monitorra. Lehet az update miatt visszatérsz RP-zni, ennek örülök, Démon össze, ennek örülök. Hanem két telefon. Mi a címkártyánk? Van itt csalak? Amúgy, ja. Most egy kicsit tanástalan vagy, most gondolkozok az is ilyen még meg a gameshez-ni amúgy. Amelyik ebben 45 percünk, egy órán kicsit, egy órán köbben. A zenei fesztiálek jó amúgy, de én az a baj, én elektronikai zenefesztiálra mennék el amúgy inkább. Jó ez? Hát én értem, hogy neked jó, csak most nem tudom, hogy mennyi értelme elkezdeni erre most ezt a karaktert, úgyhogy most nincs fel senki. Valami szótár kell nekem. Faszabat. Álterdel, áltorgyol. Ez egész szótár van itt, Getszom, hogy egész szótár, azt nézzétek. Csaj, lány. Ez milyen fordítás? Csaj, lány. Csacsó, jó. A csacsó három dolgot, csacsó öt dolgot jelent egyszerre. A csacsó az a becsületes is, a jó is, a hűséges és igazságos is. Csávó, fiú. Csavó. Aha. Csík, prüsszentés. A csík, sár. Hogy bír ennyire különböző dolgot jelenteni egy szó? Honnan tudják, amikor azt mondjuk, hogy csíkos ízé, akkor most prüsszentettél, vagy saras vagy, érted? Most prüsszented a cipőt, ha... nem, mindegy. Dípe. Dad, apa. De vagy a dad, nem tudom, hogy nem hisz, hogy dadnek kéne mondani amúgy. Őz, tavel. Fú, furdel. Fú, portel. Fut, prasztel. Ú, gec.
Dudom, tök, dinnye. Duhanopel, dukhal. Dukhal, az a fáj. Hú, nem dukhal, testvérem. Testvérem. Az a baj. Nem tudom én pontosan milyen akarom legyen a karakter, hogy most egy ilyen, kis izé, visszafogott, kis kifinomult tag, vagy ilyen igazi paraszt. Mindegyikhez kéne legalább egy 10-15 szót kijegyzetelnem. Amerikában hova mennétek el, csak? Nekem voltak, egész család volt Los Angelesben rajtam kívül, mert édesanyám vagy a kutyabíró, és már volt kétszer vagy háromszor bírálni Los Angelesbe, mondjuk kurva jó, mert kihívják a basset houndokat bírálni, tehát olyanokat, mint Mason kutyákat kihívják bírálni, és mindent állnak, szóval. És kivittek mindkét tesóm is, meg faterom is, azt hiszem, szóval csak én nem voltam a családban amúgy. A kamló az izzadó, de a kamló is izzadó. Kamlel az izzad, kara a rák. A kara egye ki a szíved. Ezt nem biztosan most kezdjük el, ez egy 20 perc jegyzetelést igényel nekem, hogy összeszedjek egy 30-40 olyan szót, ami élhet helyzetekbe, plusz kifejezéseket, amiket sűrűn használ a karakter. Biztosan kezdjük el, mert most egy hármat nem tudnék, hogy megvan összeszedni amúgy. Köszi Riza, Réde, szevasztok, Riza, nézők, sziasztok! Éppen tanástalanság van, mert most elkezdeném a másik karimat, de nem most fogjuk elkezdeni végül, úgyhogy lehet, hogy megyünk, és megagameszezni fogunk, szóval ilyen game módokat talunk Fiverr-en belül, mert eddig az update-et néztük, aztán igazából ahogy végigvégeztük az update nézéssel másfél órával, utána meg hát a PLM, a Packet Loss-a, meg a pingem, beteg vagyok, aha, kicsit. Hát most nem tudom, hogy így stream közben összetettem párat a szorhangom lett, de amúgy, ja, hétvégén az voltam, ma már amúgy egész jó voltam, de most kicsit bedugultam, de ennyi. Kicsit köhögök, fájt a torkom, de amúgy nem vészes. Szóval csak egy kis náthaszerűség, egy kis megfázás, igazából lightos megfázás. Lóvár itt tanulja, ezt feljegyzetem, várjál. Lóvári. Ó, várj! Szerintem elmegyünk meg a gameshezni, mert több értelme, mint itt afkolni. Úgyhogy aki akar jönni, pattaljon fel Five-embe. 5 év mire el fog indulni nekem a Five-em. Még az utcsó, hát egy 45 percet jobbunkodtam úgy. Ilyen különböző game-módoknak tudunk együtt játszani. Aki még gépnél van és akar jönni játszani, pattaljon fel, azt nyomjuk. Most tudom, hogy az a baj, hogy nagyon sokan leléptek a nagypig még az izé miatt, holnap úgyis nyomjuk amúgy, nem tudom, hogy streamelni fogom, lehet este csak a iszkedőbe krumot streamelem amúgy. Nem láttam még Ergő. Szerintem, nem tudom mire gondolhatsz amúgy. Való látszényelv, és na viszont ide jöttök a lobbyba chat és meg a games. És meg a games eura felpattantok. Köszönjük egyszer, Riza. Milyen volt a stream, Riza? Én szerintem a 5M ma többször crashelt, hát nem tudok addig elszámolni, szóval egy 30-szor biztos crashelt a 5M. Több időt töltettem eszem a 5M menübe a töltésekkel, megint elindítom és kétszer dupla crash, tripla crash. Oké, okay, jó! Tripla crash, ez már haladunk előre. Negyedik crash egymás után? Hát a végén elsőbb időm indítani a 5M-et amúgy. Ne szopas! Na, gyerünk már 5M, gyerünk már, spanom. Spanom? Tesem? Tesem? Na, köszönöm szépen. Most nagy cségyakorlások mennek majd amúgy. Majd nem tudom, Riza, te megnézted itt, amiket leakelgettem streamerre, szerintem streameltél közben, szóval hisz, hogy megnézted. De visszanézed a streamem a Suri csatornán, meg ennek a streamek az elejét, akkor mindent is megmutatunk a mai update-ről, de szerintem mindenkinek nagyon tetszett amúgy. Nagyon jól estek a kedves szavak tőletek chat, úgyhogy köszönjük szépen, igyekszünk haladni, fejlődni. Nyilván azért jó sok időt vesz igénybe a jó munka, és nyilván mivel minden scriptünket saját magunk csináljuk, írjuk, nem tudom mi van amúgy a Five-en, de ma katasztrófa, nem bírok belépni egyszerűen a játékba. Egy fos, így is fogalmazhatnék. Szóval mit akarok mondani, hogy tök jól esett nekünk, hogy a munka, mint amit csinált, főleg arról, meg ugye igazából összes, de meg mi is összeírogatunk jó sok ötletet, meg ilyenek. Ez nagyon jól esett, úgyhogy a dicséretetek, úgyhogy remélem, hogy nem is fogtok csalódni, mikor bekerül élesben.
Nem, még fel tudok jutni amúgy már valamikor, vagy még nem tudom. Ugye a harm, most keresed, és megint ezt újraindítást igényel, a tiszta mód. Ja, hogy ki akarja venni a textúra, ezért keresselek szerintem, mert benn van nekem a... Aj, ne! Nem fogunk tudni felmenni a textúra pakkal, vágjátok? Ne szopa! Hát nem, ja, nem fogunk tudni felmenni, hát akkor nem ott játszunk, mert nem enged fel a kvantvé miatt. Az igen! Meg is lepődnék, ha ma működne valami amúgy tényleg, nem baj. Nem egy pisileg gyors, aztán readig betöltenem a fájmem 20-adjára. Most, hogy teljesen kivagyok cseh, de hát én nem hiszem el, amik történnek. Végzünk a tesztet, ez tök fasza volt, minden jól működött fasza. Végzünk a teszttel. Felmarad még tök sokan, 120 playernél fellépek, tudjátok. 100-as ping, 20-as PL laggal, minden oké. Eltelt egy óra, el voltunk, lement a PL, lement izé, lelépett mindenki. 60-an vagyunk fönt, nem tudok mit csinálni. Oké, akkor menjünk izélni, tudjátok. Meg a gameshezni, de oda meg nem enged fel ezzel a pakkal. És közben ugye nyom egy 25M crash, meg ilyenek, úgyhogy... Amúgy én adnám egyébként, hogyha kimennénk, egyébként kimennénk, nem tudom, easy-ra, aki akarja nézni, IRL streamezgetnénk izéből, egyszer nála, egyszer nálam. Aztán nyomnánk így felvált az IRL-eket. Na, hát akkor magnum azon még egy kicsit, vagy nem tudom, szerintem, hogy bizélünk. Felvettek a Goofy Gangsters Factionbe. Let's go! Adom. Benne vagyok. A négy is fazmód. Nagyon adnál egy fazmód. Hát ez most nem hiszem, hogy lesz. Ilyen reportokat nézegetünk, most spekkelgetünk, nézegetünk embereket, dumázgatunk. Igazából ennyi a terv. Még Tester is felmette volna nézegetni tovább a dolgokat éppenséggel, megmutatni valakinek egyébként a... Florida, amikor kijön a halt, az is rossz ötlet amúgy. Amúgy ez amúgy no joke nagy ötlet, hogy mondjuk elmenni, érted, még 3-4-en. Amúgy akár még egy ilyen lakóautó is hatalmas flash lenne szerintem, csak kimen kéne hozzá jogsia, nem nagyon van. De most már legalább hamarosan lesz, vagy hát nem tudom most az iskolában mi helyzet, mert el akartam még küldeni, meg le akartam menni, most márciusba le fogok menni, úgyse fogok sokat streamelni márciusba. Easy szubaton alatt, ezt már mondtam nektek ugye, hogy nem látom értelmét, hogy 99-ig ugyanazban a szitukban legyünk, hogy én is mindig streameljem. Nyilván fogok, de nem sokat, sőt kifejezetten keveset fogok márciusba. Valószínűleg márciusban majd menjünk, biciklizzünk. Jó, úgyis itt vagyunk pont. Szóval ugye márciusban egy kevés lesz, viszont így biztos le fog menni Szegedre, aztán nem, lemegyek mamáimhoz is, mert őket is szökőjében találtam. Agyáltalán, hogy hazugorjuk Angliába is, amúgy ízenek sincs jog se, nem. Figyeljetek és tanuljatok chat, figyeljetek és tanuljatok. Mert őszintén elfejtettem, mit kell nyomni amúgy. Aha, ezt csinálom majd. Hogy is volt? Space. Nem így, oké, nem így. Wow. Fos, nem túlságosan felkaptam.
Nem tudom, hogy ízék, hogy jók ennyire be, én nem nagyon rossz, hogy ilyen mechanika a dolgokban, nagyon rossz vagyok amúgy. Még csében még azt mondom, talán nem, mert ott... Hát talán annyira nem rossz a game sense-em, ahogy FPS játékokban, hogy talán annyira nem rossz a game sense-em, de ilyen ügyességi játékokban katasztrófa vagyok amúgy. De még te csében, R6-ban, vagy azokban sose voltam, hogy nem is vagyok kifejezetten jó, de sose voltam nagyon szar. Még elkezdtem egy 10 éve. Még R6-ban szerintem kifejezetten úgy ügyes voltam, hiszen amikor még én nyomtam, még nem is akkor jött ki a Frost kb, szóval 6 éve. 7? 7. Jaj, rossz gomb, elfejtettem nyomni a kontrollt. Záróvizgás tesztet. Hi! Majdnem felmentetettél elsőnek, beszélj, mi a fasz? Elfejtem nyomni a gombakat amúgy. Mit nyomsz? Adjuk már! Na. Összesa. A space azt lent tartod, és kicsit távolabbról próbálj meg ugrani, és a shift Q-t egyszerre lent tartod, és utána elkezdesz spamelni a space. Oké. Space végig nyomva. Ja, nem volt elég sebességem szerintem. Túl hamar nyomta meg a space-t. Hát, nagyon rossz ők ilyenben amúgy tényleg. Nem volt jó. Menni fog. Hogy én azt elsküszöm, most már gondolkodtam, hogy R6-ba azok. Sőt, módka még be is léptem R6-ba. Jaj. Hello. Szia. Kidoblassik ide az a ház elé, az jó? Persze. Parancsolj. Köszi. Hello, vagy nem megkapom, nincs bezárva. Nincs jó. Csak R6 azok. Jaj. Ez a hatalmas Csé meccsek? Csé vagy LOL? Hát nincs itt. Bármire van. Figyelj csak, itt azt mondta a bold is el nekem. Faszom. Fos! Hogy most... Vasárnap most nem lesz szabad idő, ugye? Mert hogy most nem lesz streamelni, mit kell. Mondjuk lehet másnap is leszünk, mint a bűn. Most ez a március, ez a február olyan dög volt, atyaig. Április valami szabályt kéne lefektetnem amúgy, hogy... Csak most este, hogy mostantól este nyomja, vagy... Nem bírom, nem tudom, valami fos. Hát felugrok, ugye? Nekiugrok. Elhúzom, amikor izé? Ide Pro lesz szombaton, hát akkor a hétvége dög. Hát a március nekem teljesen dög nagyjából, szóval... Nem baj, most áprilisig toljuk, de hát most meg lesz előbb-utóbb, szóval... Az lesz az, amúgy a lényeg, hogy a shift Q-t a stars lenyomva. Jó. A shifter is ugrasz fel, vagy? Akkor nyom le a shift Q-t, amikor... Faszom. Egy aksa itt a... Aksa. Mindegy, ez a mai bepót, nem tudom, max az április sokat pótolunk, ez kész, mert még lehet márciusban is elfoglalni persze, de... Ja, most kicsit fos ez a február-március nekem. Sős összességében, mert ezt a lebetegedést aztán főleg nem számítottam bele, mert hát... Amúgy pont, hát ez amúgy valami izé ülhet, amúgy emlékeztek, pont volt karmant, hiszem a... Karma. Oszlop jó helyre dől. Igen. Karma, pont most mondta, hogy éve nem voltam beteg, erre lebetegszek meg. Mindig, amikor tesóm itt van nálam, mindig akkor vagyok beteg valahogy amúgy. Valahogy gyanús ez nekem. Ide hozza a betegséget. Faszom!
Nagyon kemény vagy. Egy pótlás az nem sok. Én rendes mindig rosszul éreztem magam, hogy izé, hogy el van maradva minden meg ilyenek. Már égett a pofám, mikor írtam, tudod, hogy nem jó, mert beteg vagyok, és nyilván tudom, hogy nem tudok mit csinálni ezzel, hogy beteg vagyok, vagy szarul vagyok, és nem streamelek. Csak érted, azért rossz érzés volt. El sem nem kézzének, hogy mennyire lehetek elmaradva. Jaj, ti ilyenek? Hát ez amúgy nem. Én az baj, lolba hagyom a skillem. Mondjuk 3-3 az tényleg jó, de akit műtötték, hogy mi volt valami ilyesmi, nem? Kezd beledöglök a nekiugrásba. Fódott ebbe. Ja, lehet ez nem ártana. Hogy gyors ez? És ki mikor kell holnap chat? Ki mikor kell holnap? Hét tíz. Most nem rossz a 7-10. Azért, na például azért Marcinek a 3-40-es kelésen, mondjuk az elképesztő, hogy 4-30 pulkónak amúgy. Fú, amikor az igen, Fancsi, ja bocsánat. Az igen. 4-10. Áááá. Az igen, PSC. Nem jó amúgy, valahogy nem bírok rá izén. Valahogy nem bírok rátapadni a falra amúgy. Elején kontrollt nyomsz, vagy shifted akkor is? Amúgy. Csak shift Q space, ennyit csak nyomom. Shift Q space, valahogy hát mindig lebukok. Hát jó, nyilván azt is nyomom. Honnan ugrasz el köbben? Így nem? Hát erről van arra vagy? Hát mutatom. Szabi miatt bárjuk? Van az ugon. Ez most mondjuk túl hamar ugrottam például. Jaha. Megpróbálom. Fancsi az ott, hogy beteg, hogy még mindig itt, hogy ja, de azt mondtad Fancsi, nem is, hogy beteg, tehát csak lógsz az iskolába ledek szerint. Faszom! Aj, geci szakad. Még ha dolgoztam, akkor volt egyébként, akkor volték még sokszor azt, hogy ott nagyon merészeket vállaltam. Nem jó! Belecsapodok a falba, most még fel se kapaszkodok amúgy, valamit nem csak jól. Valamit nem. De mit? Hát, amire nagyon rá kell érezni, hogy... Ah, nem hallottam. Amikor ráugrasz, akkor már lent legyen a Shift Q. Azom. Itt dolgoztam én amúgy, hát Tesco voltam logisztikám. Akkor nem olyan kemény nyomtam. A Tesco-ban amúgy figyelj, ott én annyi idősem, hogy 11 fontos órabérem volt, hülye, hát az nagyon kemény. Azt amikor a falra kis ráugrok, porba fingó voltam. Csak izét nyomok amúgy. Csak space, még dupla vécse, és ahogy ráugrok a falra, akkor dupla V, Q, shift egyszerre. Ja, jó. Igen, kicsit hamar nyomtam. Nagyon előre dőlök, ja, igaz. Igazatok van. De hogy néltem azt, hogy annyi volt a munkám ott, a logisztikám vágott, hogy sétálgattam, nagyon telefonoztam, meg ezért számolgattam a dolgokat, azért mondjuk azért annyi nem volt megterhelő. Tudtam előtte sokat streamelni. Most túl későn ugrottam. Magyarra nem dolgoztam semmit, én egy most lesz 4 év, vagy teljes állású streamer vagyok. Majdnem jó volt. Nem is kell olyan nagy tempó. Nem sikerül pedig könnyű, hallod Blue, fogd már be! Mm.
múltkori taktikával jobban mentem, hogy... Amúgy nem tudok felugrani, amúgy. Módja van egyébként. Vágom, a múltkori taktika az jobban sikerült, amúgy. Tudom, hogy van róla videó Blue, de most... Jó, értem, gondolom, hogy te érted a szendvicset is úgy csinálnak, hogy tutoriát nézel róla. Ezt én megértem Blue, de én szeretek magam találni a dolgokra, tudod. Basza. Kapta halt. Nem találkozni, hogy Blue szendvicset csinálsz, a baj. Még Willit végkevésbé. Ha választanak, hogy kivédje meg Blue vagy Willi... Hát meg azon, nem tudom. Megérted, egy mindenket tudja hívni a családot. De Willit megérted, megölnék. Willit szem elsőre kinyírják egy bármilyen, bárhol megy amúgy, mert még geci idegesítő is mellé. Jó, csak ha be van rúgva nyilván akkor. Hogy arra van videó, hogy megcsináltad régen, áááá. Aha! Oh! Let's go! Mondjuk ezt is tök máshogy csináltam amúgy, de most majdnem jó voltam úgy. Fejlődés. Nem, azzal nem nyomom le először elégszer a... Nem nyomom le elég gyorsan... Nem nyomom le elég gyorsan a betűket. Józanom, még nem láttam. PSC, te szerintesen se ittál, mikor oda lementél amúgy? Akkor se ittál. És vitted a piát? Nem szoktál élni egyáltalán? Oh, oh! Wow! 10 éve nem iszol, jaha! Azt hittem csak azért nem iszol, azt hittem, amit te valami vezetsz, vagy valami. Jó neked PSC amúgy. Pedig most muszáj lesz majd a kis gecinek meginni egy liter Jägert. Fogadtunk. Igen? Vesztet. Ja igen? Miben? Mert... Kibe veszted? Nem is tudom már. A pont azt hiszem ilyen falmászásba. Jaj, nem fog neked sikerülni, és sikerült? Aha. Ááá. Vagyok, ebben lehet van valami. Valami ilyesmi volt. Nem nyomta meg időbe. Március végére lehet, én is elszak marad a 3-an itt, de mondom áprilisba. Tyú! Azom az RP-t kicsit nehéz pótolni, mondjuk egy LOL-t, amúgy tök jó, mert tudod pótolni délután. Csak mondjuk RP-t nem tudsz délután, mert fenn vannak 20-an. Ez egyetlen probléma. Soha többet nem akarok Jägert inni amúgy. Bár majd fogok fenni itt a többieknek szombaton egy adagot. Nem tudom most ez szombatot, ezt most el kell indítani. Geci, én előre félek ettől a szombat, meg fog halni amúgy. Sanszos amúgy, hogy valami bajom lesz megint. Vigyázz, arra járjunk páran? Hát Blue, most nem tudod, hogy hova megyünk végül. 67-es, jó mondjuk a 67-es, tehát az a barackos, nem az finom legalább. Viszont Easynek tényleg meg kell vegyem majd a meglepetés piáját, meg kell vegyem Easynek tényleg. Hát el ne felejtsem. Micsoda? Willy the Boss-t elhívhatnánk a staftalira, szerintem. Aha, nagy ötlet. Én biztos, hogy megverném, megint úgy viselkedne. Shit. Nem vagyok egy emberekedős gyerek, de amúgy Willy, de amúgy tényleg, amúgy lehet az lett van a legjobb, mert valaki jól kiüti amúgy legutóbb, amúgy fel kell, addigra kicsit összeszedi magát, nem tudom. Tényleg amúgy a tipikus ilyen bicskanyitogatós voltam amúgy. Köpködött, ordibált, anyázott, tényleg egy ilyen tipikus tajparaszt voltam amúgy.
Még már nem volt ilyen... Nem tudtam, nem volt olyan... Hát nem tudom, mi lett volna még rossz. Még ha vetkőzni neki kell, ez az lett volna még kemény, nem? Azért kemény lett volna még neki elvetkőzni valami, vagy nem tudom, hogy még... Fúha... Milyen kiszikeg nem bírja? Ah, igaz. Ott arra is megy? Na hát ezzel nagyon kemény. Hát fagyüljek fel, felbírok ülni, úgyis lő? Aha, szerintem persze. Unatkoztunk, Bogi. Ezzel még egyszerűbb, mint a bicóval. Nem vagyunk fel sokan, aztán el akarom ütni az időt. Várjunk. Nekik iszél kibírja, vagy? Az íz. Ez már az? Ez már az. El nem tudsz boostot rakni? De, motorra azt hiszem nem lehet. Ja, nem nagyon. Mi történik? Hát nem vágom. A motorra még saját egyszerű akkor. Úgy emlék. Van egy jó Warrite hely. Gondolkodtam, hogy... Várj, mert Forgit akar már hívni, ki akarok próbálni ugratót. Láttam egy videót, de hogy vajon sikerülhet-e nálunk? Nem tudom, hogy megy-e olyan gyorsan az autó amúgy. Na kíváncsi leszek. Holnap így észképp, de backroomozunk? Vagy nyomjuk a sparistát, vagy másik gémet, amivel ugyanolyan ilyen... Négyen kell nyomni. Én aztán vagyok ezért... bármire, ha kell. Jó, mehet. Hát, hol is van az ugrató? Valahol erre. Ha, azt hiszem... Wow. Azt van, látom innen, csak hogy jutunk oda. Engem ez a Forest nagyon piszkálja a fantáziámat. Olyan kemény, csak ahogy mindig... mondta Pinkszék, hogy nem játszunk. Á, én már ifandoltam, most vagyok meg újra és ifandoljam újra, mondom, á, Pinkszi, á. Én nagyon adnám amúgy. Állítólag most kurva jó lettem úgy ezen a nagyjából. Egy panola is kijött, ja. Áldom, hogy elbasztam a végét. Aha. Hídra kéne érkezni? Aha, ja. Amit szerintem meg lehet, csak a végén kicsit elcsúszott a kocsi. Az jó lehet amúgy. Már a videóban is annyiban mentek, hogy... Fehér orosz a suliba és nem tud bebaszni, mondjuk az is kemény, fehér orosz. Most a fehér orosszal találkoztam még. Be, ja, Noel, aha, ja. Megvan! Ne! Fú, kurva élet! De most miért? Nem tudom van enni a gyorsabb autó amúgy. Hát én meg a full turningos angéit érte lennek, nem tudom mi a rendszám, a Rivanc 2, azt se tudja mi lehet pontosan. Motorra be lehet adni vajon? Hát az még sem megy. Hát a Desperado talán, hogyha bugoltatjuk, akkor elmegy annyival, de az még nem lehet kanyarodni. Hát most amúgy a Kawasaki, tuningos Kawasaki az... Örög. Ja, ez fel lett izélet buffa, úgyhogy hát még megnézhetjük amúgy. Még egyszer megnézzük hátra. Az megvan, oké! Okay. Behatható gec! Úristen, nagyon jó, hát ez... Jó, hát ez majd élesbe tesznek. Igen, nagyon jó lesz. Úgy élesbe, és így szoktak sikerülni a dolgok általában. Jó, hát végül is megcsinálható, csak mondjuk... Hát háromban egyszer, ugye? Még ha rakunk boostot a kocsira... Na, akkor mondjuk sima. Aztán, aha! Ez meghevíti rendesen amúgy az a boost a kocsika. Azt a kurva! Horizon? Mondjuk ez keményebb fajta, mondjuk a kanyarodás, az kemény lesz azért, azt a kurva!
700-al mentünk, nem tudom mennyivel mentünk amúgy. Én nem is figyeltem rá arra. Arra figyeltem, hogy nem menjek mellé. Ha ez egy kicsit nehéz irányítani. Ha? Most mennyivel ugratunk be, chat? Jó, ez a titok. Tényleg amúgy. Úristen, hogy megy, atyavilág. Nem izurikoz ilyen. Sikerült az akadémia? Siker volt? 192 az elég? Ha, uha. Vannak olyan ugratók, amíg még soha nem láttam, hogy sikerült volna valakinek. Le lehet venni egyáltalán a boostot róla? Nem mi? Aha. Igen? Bár a fasot nem biztos ám amúgy. Á, nem igazán. Ezt már boostoltam egyszer és nem lehet unboostolni. Hát akkor így megyünk. Van egy csomó ugrat, ami nem tudom, hogy mondjuk. Hogy kéne működjön amúgy. Azt te kurva. Itt van ez itt szembe, ez hova kéne felugrassam? Hát még... ez így nem fog menni. Hát ez oda fel kéne jussam valahogy. Hát szerintem lehetetlen amúgy. Még így is lehetetlen amúgy. Mert pont ott van előtte egy ilyen kis emelkedő, ami így megdob. És bucka, igen. Hát akkor még mi értelme van ennek? Majd csak egy kicsit izé megvágjon. Nem jó. Hopp! Jó, jó. Nem jó. Aha. Ja, hát, aha, ja. Húkert. Ja. Ezt sem megtalálni. Új információt kaptál? Ebben ennek neki megyünk telibe. Aha, azt nézd. Így akartam. Például van ez a japán erőmű, vágod itt a hambus előtt. Azt például hova kéne landoljon eredetileg, azt sem vágom, hogy ez... Én azt próbálgattam már. A régi MNX streamek, a Sarai streamek mindig megugrattál, mindig csak beladdoltak itt a izébe. Én azt hiszem egyszer azt ilyen cross motorral ugrottam rá az egyik épületnek a tetejére. Az fasza volt amúgy. Lehet oda az útra kéne, vagy? Végül is ez így jól jött ki. Csak mi semmi értem leugratni, mert hát 10-szer idejenek a rendőrök mondjuk, hogy üldöznek, akik meg se ugratják. Konkrétan, igen. Ezzel ide leszoktak ugratni valahova amúgy. Itt balrább? Aha. De mondjuk, aha. Valahova ide, a vízbe megyünk, bemegyünk, aha. Ilyen wallhandingen jelenleg mondjuk, nem hiszem, hogy bármi megállít minket. Másik szerveren lennénk, hogy olyan handling. Igen. Lehet ott is csak ez rá vagy nyomja, valahol ez a normális, érted? Hogy durva. Még ez kemény lett volna, ha kiadja. Hát itt keményebb fajta nonozások mennek most. Hát, ha ne is mond. Megjönnek az e-mailek magamnak rólam. Vigyázz, mert nem mindegy ám az, hogy adminba vagy. Engem egyszer bejelentettek, meg klippeltek, amikor admin padbe addoltam vissza az egyik playernek a cuccokon. Ja? És beírták, hogy addolás, hogy mi? Hát konkrétan még annak idején NFN elküldték a tulajoknak, meg ilyen nagy levelet fogalmaztak meg, hogy ezt nem érti, hogy hogy lehetséges.
hogy ő nem szerette ilyen szerveren játszani, meg ilyenek. Mondom, jó, akkor vissza. Ja, tényleg tiketet írtak. Még ezeket én olvasgattam ideig. Még az, igen, ez a Discordos ticketrendszer jobb azért. Alright, egy fiam. Fokkal. Hová? Azt a kurva, rendes jó. Uff, az. Alpra, fia, op. Nem. Amúgy ezzel lehet nekem ilyet wallride-olni, csak sok az oszlop. Itt például szerintem fel lehet kenni a falra. Á, nem bírom lent tartani, az a baj. De jó lesz erre jönni player. Jó példa mutatták. Nincsenek sokan. Kéne trollkodni valakit? Kit? Hát mondjuk... Nézzük csak hasra ütésszerűen mondjuk... Belinskit? Hát ő mindig jó alany. Oké, csak oda. Uh-huh. Épp üldeznek valakit. De ez nem gátta meg minket abban, hogy... Kap egy kis részeg módot. Ó, de rossz érzem magam. Ne. Nem látok, ne menjen be ide, ne menjen be, ne menjen be. Feleség, nem látok. Szegény, lehet így menekülnek el a busz. Nem megy az autó. Jaj, az a szódikó. Menjen jobbra. Nem látok, baszki. Én nem látok. Jaj. Oszlomni. Nem jó. Nem tudok így vezetni. Ó, oh, most jól vagyok. Jó van. Ó, oh, hőhullám én van, de biztos. Oh, szülés után depresszió. Kőkeményen. Ettől félek én is. Sándor Bandi, válaszolj meg a reportot. Javad. Dobaszna egyszer meg a apuka lenne. Jaj. Bari, mit csinálsz vajon? Ekkora zene ez? Ez nagyon jó zene. Nem tudom, hogy nem mászik magára meg. Á, mondjuk ez nem jó, hogy kettesbe beszélgetni, az úgy nem poén. Üldözés lenne jó, vagy valami. Kaktuszmalac, szóval ő mit csinál, kaktuszmalac? Káká. Nem lehet lejátszni semmit. Szaparozott, mondani valamit börtönbe. Ő jó. Szeretem a szappant. Copyright, a zenéket nem engedi lejátszani sajnos. Én nem vagyok a szappanért. Szia, cica, fiú. Mi történik itt? Szia. Bocsánat. Jó, jól lehet, hogy játszol ilyen meleget, hogy lehet, hogy az vagyok. Az lehetséges. De ezt mondod, hogy tettél? Jáá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 á Fáradt a helyet, mint a szar. Hát nem csodálkozok itt ilyen trükkökkel. Miért? Te nekem, te ne. Mert mi lesz, ha igen? Beatboxolj, én meg rappelek. Mondj be a botexét, megnézhetjük. Dium disu, dium disu, dium disu. De ez nem beatbox. Ez ember amúgy egész nap fönn van amúgy. Milyen lerpézi. Basszom mindenit. Ajaj. Oh. Ajaj. Sándor Bandi ilyen. Hello. Batexi tudná? Igen, tudná beszélni itt arra, hogy miért jelezett meg a cheat engine-red? Hát ez úgy volt, hogy... Hát nem is tudom, hogy mondjam. Anyukám azt mondta, hogy kössem rá azt a mikrohullámos ütőgépre, és lehet azért... Hát most nem, amúgy nevethetsz, de az esti farmoknál, amikor hajnalba szoktad tolni, akkor tényleg azt mutatja, hogy makrózol. Speedrunolom, aha. Ilyen speedrun van. Spekkelünk egész nap, egész éjjel amúgy, aha. Ez nem egy-kettő nap. És a nonos vezetés az? Hát ez úgy volt, hogy pont előtt egy civil, és hát egy NPC, bocsánat, hogy így fogalmazzak, és hát úgy pont belementem. Nem az én hibám volt, nem kapott jó, csak az hogy az övé?
a koccanás nem nagyon RP-szed le, hogy legalább, hallottuk, hogy au a fejem, vagy valami. Igen, vagy hogy au. Ja, ó, ne ragudjatok, ezt, hogy azért változtatnom kell. Na tényleg, ezt én rontottam el. Hát figyelj, ha figyelsz rá, a jövőben nem hiszem, hogy gáz lesz. Biztos, biztos. Szerintem nem. Jó, az autó meg, ez IC-sen loptad el, vagy ez tiéd? Nem, ez a frakítás, ami aha. Igen, aztán így kölcsön. És adott rá írásos engedélyt, mert ugye az új szerver szabály szerint már nem bírtad el, csak úgy. Aha, igen, adott, itt van nálam. Meg tudod mutatni esetleg a... Azt ki Belickire rá kell, hogy menjünk amúgy. Jó, hát jó, akkor elengedünk most, az egyszerre felezzük a vagyont, amit kaptam. Oké. Ez egy kis borra való. Jó, köszönöm szépen. Már meg is éri adminkodni. Szerinted üldöz még Belic? Nem tudom, ráraktam részegeffektet az előbb. Jó RP-t kívánok, persze. Hát, neked is jó RP-t, szia. Köszi, rockizok. Ember amúgy. Uha, rendőrkocsink, mert nincs túl sok izé megfél sem. Szabit nagyon üldözik. Gyerünk, Rani, ne adja fel. Soha. Ez a motiváció nagyon jó. Vagy most, ebben a pillanatban adtam fel. Jaj. Nem igaz, nem tudom tartani a tempót. Kicsit még szét van folyva nekem minden. Eddig. Rani nagyon nyomja. Hát lassan lépek cset, mondjuk. Hogyha nem bánjátok, persze. Még egy 10 percet. Remélem tanult ebbe a batexet, én is. Ki van még? Most nagyon rá rajta a közpekelgetés, azt nézd. Koller Gergő? Még lehet, hogy pont is üldözöm. Nem, ő hajt, azt nézd, hoppá. Hoppá. Hova menj vajon? Howling. Aha. Hát Lénárd, itt rajta kapnálak. Most vennénk észre, hogy izé leadol magának 5 millió dollárt. Mit csinálom, hogy vajon izét jobbozik? Tehát az ijesztgetés, az sima, jé. Hú, szegény magyarira van egy nagyon gonosz ötletem. Menjünk rá, hogy átvizsgáltuk a szélütött az embereket is. Én pontosan arra gondoltam, hogy jött egy videófelvétel, meg egy hangfelvétel, hogy ezt ő tudatosan csinálta, igen, és direkt előre megtervezett. Mehetünk. Ciao. Halló. Alió. Hát... Nos, kezdem akkor szerintem. A legelején. Emlékszem még arra a szituációra, amikor tudod, Paletóba áthajtottál nagyon sok motoroson. És... Igen, emlékszem rá. Igen, na hát tulajdonképpen most körülbelül egy 20-30 percre érkezett egy videó és egy hangfelvétel, hogy ezt te tudatosan előre megtervezetten... hajtottad végre, nem tudom, hogy most ez valami félreértés, vagy csak nem tudjuk ezt most mire vélni igazából, mert én nagyon csalódott vagyok, hogy most ezeket láttam, meg hallottam, úgyhogy... Hát igen, meg hogy ott meg is húztad, aztán igazából... Hát lényegében nem hazudtam a szemetekbe, mert tényleg ezt veled is ízi megbeszéltem, hogy tehát streamelve is volt az egész, tehát hogy nem volt ez előre megtervezve se semmi. Tehát én mentem visszafele, úgy nézett ki a szituáció, hogy mentem visszafele, és nem töltött be egész egyszerűen a textúra pakk. Ugye most ezen dolgozok jelenleg, és azért jelentkezek ki ennyiszer ki meg be, mert folyamatosan úgymond próbálgatom úgymond a pakkokat, hogy melyik az, amivel úgymond meg tud küzdeni a gépem. Mert a mai napig küzdök ezzel a problémával. Hát ez is benne volt a felvételben, az a baj, hogy ugye a stream után történt, megkaptuk ezeket a dolgokat, és elhangzott benne azok, hogy te miket fogsz neki mondani, hogy elhiggyük, és hogy be fogják. És még a streamel is konkrétan manipulálni próbáltál mink. Micsoda?
Na jó, ez tényleg nem értem ezt a szituációt, most esküszöm nektek. Komolyan. Jó, hát, mi se értjük igazából. Sehogy csak szivattunk sajnos. De most ez komoly. Fú, komoly, ne aggódj, nincs semmi hangüzenet megének. Dehogy. Tudni, beszartál. Hát beszartam, halljátok, hát az itt a gatyámba szartam, hogy mi az Isten. Nincs semmi baj, de hogy... Nézzegettük, hát unatkozunk picit. Unatkozunk igazából egyet. Igen, nagyjából egyet. Faszki. Gondoltuk, feldobjuk az estédet egy kicsit. Biztos feldobtuk, igen. Hát felkeltettetek, maradjunk annyiban most. Még nem kell hamarabb lefeküdnöd, mert most ez... Jó van, jó játék. Angelo non RP-zik. Angelo, akkor megyünk. Itt komoly admin ügyek van. Csasz. Szép estét. Ciao. Csasz. Gyere kocsival, mit szólsz? Angelo, ekkora forma, nagyon imádom. Mert okos vagy, csak néha szeleburdi. Nem, amúgy én csak köszönöm a sisakot, és egy irányba tudtam sétálni közben. Nem tudom. Nem biztos, hogy ezt akarom spekelni. Hát ezért vagy okos, mert ezt is megmagyarázom. Tényleg ez történt. Hagyom ilyen a kis privát beszélgetéseiket. Nem akarok itt privát beszélgetéseket streamelni. Majdnem megidézést nyomtam. És ebben mennyire vonatkoztatást csinálja amúgy? Sziasztok, én Draldi, rakd neki meg szegint az RP-t és teljesen kiest a tiptelésből. Emiatt e-mailt fog kérni. Szia! Kimentél oda, ha? Teltem, kérdezett is teltem. Leírtam az e-mailtől, panaszt tudsz tenni, oda szoktak forrira is panaszt tenni. Igen, írni is jelenleg egyébként megkérném az Alperest, hogy maradjon csendben, a felperest hallgatom. Itt réfteltem, pont olyan úgy völtem be a kanyart minden, és ide teleportáltak, és teljesen megzavartak, azóta nem tudok driftálni, egyszerűen kiestem a szerepből, nagyon. Megállítottak ok nélkül. Suri, mi volt ez az indok? Miért jöttél ki ok nélkül? Hát láttuk, hogy hajnalban nem RP-sen. Nem RP-sen ütközött igazából, hogy spekkelgettük be hajnalok óta, és most nem is értem, mit panaszkodik. Most rágalom lesz, igen. Én voltam a másik fél egyébként, én állok elébe egyébként. Tudom, hogy rendben, akkor kérem Sándor Bandi, szólaljon fel. Hát, illetve csak megmutatnám, hogy az autója, hogyha beszállsz például, nagyon durván, hát gyakorlatilag egy csalásra modifikálta igazából. Most például üljetek be, csak hajtsátok, azért látszódik. Ez egy gyönyörű próba, Suri, viszont a TX-es boost az csak annak működik, aki benne ül az autóban és elnyomta. Ja. A probléma egyébként illusztrálnám. Az admin kihasználás. Igen? Tehát itt jött Botexi, ugye itt a motel parkolójában, és történt egy ilyen, hogy... Ilyen. És megkérdezzük, hogy nem fáj, de azt mondta, hogy nem. Mintha nem történt volna semmi, ment tovább egyenesen. Ez utolsó egy óra streamet letakadnám amúgy. Igen, ez így volt, ezért mondtam is, hogy ezt megértettem, de annyira megzavartak, és teljesen kiestem a szerepből, hogy én ezt nem szeretném így annyiba hagyni, plusz most vádaskodnak, hát ez nem... Ne haragudj, most vállottad be konkrétan a bűncselekményt, amit elkövettél, hogy belementél a falba, és nem RP-szed, de így indokolta jöttek ki az adminok, így nem ért... Mert valaki benéz a streambe, és azt hiszi, hogy ez egy valós admin. Hát RP szájába voltam, kanyarba. Pont akkor, hát ez nagyon megszavart. Rendben, akkor mindenképp javaslom, hogyha
a felek megegyezne benne, hogy kezdjétek előről az RP-t. Minden rend... jó lesz így autó, jó, rendben, oké, akkor szerintem elfogadja. Jó, akkor nyugodtan RP-zte újra az RP-szállat, jó driftelés. Köszönöm, adott. Köszönöm szépen, köszönöm. Most már minden oké, és jó, nem írok e-mailt. Ez, jó, ennek örülünk. Akkor viszont tényleg elnézést a kellemetlenség. Így van, sajnálom. Semmi gond. Egy fulltuningot kaphatok, hogy legalább hogy a szívem így megnyugodjon, persze, ugye. És ajándék, borogó. És a te autód? Hát akkor, aki a tulajdonosnak jó legyen. Boldogjön. Hát, e-mailbe, érdeklő, hogy hát ha. Rendben, oké, és köszönöm. Jó ropit kívánok. Köszönjük szépen. Kellemes roleplayt a mai napra. Én megyek is, sziasztok. Hello. Szia. Nem van csak, lépünk szerintem. Köszi a figyelmet. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, remélem tetszik az update, nem tudom, hogy valaki van valami pozitív, negatív véleménye, írja le nyugodtan. Jó volt ez a stream, és kicsit szenvedős volt, mert semmi sem működött úgy, ahogy kéne, de vannak ilyen napok igazából. Holnap találkozunk, szerintem, hát vagy este 6-kor, vagy este 9 körül, vagy a kettő közül valamelyik. Csütörtökön 6-kor, pénteken nem, szombaton szintén nem hiszem, bár lehet, hogy szombaton lesz ilyen délutáni stream, meglátjuk még. Mert utána este felé meg ugye megyek a sapat építőre, aztán meg majd a patch note-kor. És jó update pre-próbálás nektek holnapra, aztán buzi a pozitokra, köszönjük itt a moderátorkodást.